megtudtam, hogy a nagy pénteken lesz, hogy hát egy 3-4 ember azért össze fog gyűlni, mert hát azért ma mégiscsak nagy péntek van, azért ezt ne felejtsük el. A téma pedig nem kifejezetten nagy pénteki jellegű, bár igazából nem kell nagyon hát módosítgatnom ahhoz, hogy azért ma is elmondható legyen. Mindenesetre fogunk találkozni olyan mozzanattal ebben a mai előadásban, ami elhelyezi a nagypénteki ünnepkörben. A címet közösen találtuk ki annak idején, ha ez nem változott közben, ez úgy szólt annak idején, Nimrodtól Attiláig. Tehát tulajdonképpen két részből áll. Az első talán annyival lehet, hogy hosszabb lesz, egyrészt mert ilyenkor még többet bírnak. Aztán a szünet után, aki még túlélők közé számítja magát, akkor az még a második részben Attilával is fog majd tudni találkozni. Ott lehet, hogy több lesz, ami közvetlenül az ünnepkörhez kapcsolódik. Tehát a húsvétiak feltámadáshoz közvetlenül vezető gondolatokhoz. Na most egy kis puskát azért én csináltam, hogy ne csosszunk ki az időből, mert nem szeretném túl hosszúra se nyújtani. Ez egyébként egy szinte elvághatatlanul hosszú tészta, tehát Nimrodról röviden beszélni, ez körülbelül olyan, mintha gázállatban szagolgatnám a rózsát. Tehát nyilvánvaló, hogy sokkal terjedelmesebb, sokkal fontosabb a téma. Érdekes módon mostanában, mintha jelentkezne Nimrod. Tehát nem régiben, pár nappal ezelőtt egy harmadik előadás hát történt, de arra került sor a két holmosban, akinek a vezetője itt van most köztünk, és Ámosi Zoltán személyében. És az elsőt a Szánta Jelős tartotta, a másodikat Obrusánszki Borbála, hát azt hiszem ezek a nevek azért mondanak valamit. És kifejezetten csak azért kértem, hogy harmadikként hozzászólhassak a témához, mert éreztem, hogy valami hiányzik. Tehát a kettő együtt, mind a kettő nagyon fontos volt, nagyon jó volt, de valami hiányzik. Na most én nem csak ezt a hiányt akarom most elmondani, hanem azért azt is, amit ők, hát a maguk anyagára, gyűjtött anyagára támaszkodva elmondtak, mert szeretném, ha teljes kép alakulna ki, ha vázlatosan is Nimrodról. Tehát először is Nimrod nekünk miért fontos? A téma olyan, hogy ha én ezt, tudom én, egy baloldali szervezetben vettem föl, ott azonnal nem, és egyáltalán nem fontos, ez egy 19. századi romantikus elképzelés, mert semmi köze nincs semmilyen tényekhez, hanem ez egy elképzelés, amelyet hát, lehet, hogy jó szándékkal, de minden esetre irasztaná, agyaltak ki. Most ebből majd látni fők egy hang se igaz. Attól függetlenül ezt még lehet terjeszteni, sőt, terjesztik is, de felesleges, hogy mondjam, dühöngelünk ezen. Ők kezükben van a sajtó, ők terjesztik, ők kezükben van a média teljes szélességében, tehát ezt fogják terjeszteni. Holnap is ezt fogják hallani. Holnap után is nem feltétlenül kell, hogy ezen mi dühöngjünk. A tényekig kellene eljutni. Tehát olyan dokumentumokra fogok most hivatkozni, amelyek Nimrodra visszamenőleg hát, fognak utalni, illetve az ő helyzetét fogják nem csak a magyar, hanem az egyetemes emberi művelődés történetében jelezni. Először, amit nekünk kell tudni róluk, tehát nekünk ő közvetlen az úgynevezett ős vagy ős atya szerepében jelenik meg. A leghitelesebb beszámolót erről egy nagyon érdekes történet, ez egy török nyelvű összefoglalásban kapunk, amelyik Fehérvárnak az 1543-as elfoglalásakor került egy tolmácsnak a kezébe, ez a Tercsümán, és aki ezt a hát élete kockáztatásával mentette ki a tűzből, ugye az iszlám a más vallásfelekezetekhez tartozó, vagy vallási vonulatokhoz tartozó iratokat könyörtelenül elégette. Hozzáteszem ugyanúgy, mint ahogy a judeo-krisztián térítők, mondjuk az asztékoknál, vagy azokat megelőző népeknél, mondjuk a majáknál, vagy Dél-Amerikában inkák és inkákat megelőző népeknek ugyanígy tűzre hányták az iratokat. Most ebben, amit megmentett ez a tolmács,
ezt ő átdolgozta a Hárem hölgyek olvasmányának. Ennek török nyelvű címe az ismertebb lehet, mert ezen a címen tették közé magyar nyelven is olvasható egyébként, kétszer is közé tették. Ennek az a neve, hogy Tarih-i Üngürüs. Valószínűleg így ismerik is ezen a néven, ez magyarok története. És ez azért fontos számunkra, mert egészen biztos, hogy nem abból a krónikás hagyományból fordította ő törökre, tehát dolgozta át, nem feltétlenül rossz irányban, csak egy kicsit olvasmányosabban alakította, de biztosan nem abból a krónikás hagyományból, amelyből mi hát legalább három forrás típust ismerünk. Krónikaként először a utolsó előtti Árpádnak, Kun Lászlónak a klerikusa, tehát Kézai Simon hagyta ránk, akkor ennél egy generációval később ez az úgynevezett képes krónika, ami egy családot jelent. Ez összesen 10 krónikát jelent, egybehangzóan ismertetik ezt a Nimrodhoz kapcsolódó történetet, és van a harmadik, amelyik hát éppen nem ezzel foglalkozik, de azért szóba kerül, ez a harmadik hagyomány, ez az Anonymus féle hagyomány. Na most ezek közül a két előbb említettet, ha összehasonlítom a Terjumánival, akkor kiderül a Mahmudéval, kiderül, hogy a Mahmudé biztosan ősibb forrásra megy vissza, tehát ha én abból próbálom a Nimrod történetet visszaolvasni, akkor olyan dolgokat is megtudhatok, amik egyébként mondjuk a Kézai vagy a képes krónika hagyományból biztosan nem érkezhettek volna el hozzánk. Na most mi ennek a lényegén? Adva van az elején, majd ezzel részletesen is foglalkozunk, egy olyan vadászat jelenet, amelyikben a mi krónikás hagyományunk csak a két fiúnak, tehát Nimrod két fiának, Hunornak és Magornak, hát a Magort nyugodtan ejthetjük magyarnak, mert az írásmódban ha egy magyart le akart írni, akkor is így írta le. Tehát ez teljesen fölösleges ezen most fennakadni. De lényeg az, hogy csak innen kezdi a történetet. Na igen ám, de nem itt kezdődik eredetileg. Tehát a törökre fordított eredeti krónika, ezt ős krónikának is nevezhetjük, abban bizony Nimród az első. És majd látni fogjuk, ez a Nimród, aki elindul vadászni, annak megvan már a szkíta művészetben is a teljesen pontos megjelenése. Fogom is vetíteni. Tehát az félreérthetetlen. És még a képes krónikának a szövegben már csak a fiúkra vonatkoztatott vadászat történetében is a kép, ami oda tartozik, az még nem Gerpárt mutatja be. Az egy nagyon érdekes dolog, ezt is fogom vetíteni. De miért vetítem az elején mindjárt a Szent Koronát? Azért, mert ha a nemzetközi hagyományt nézzük, tehát eddig most gyorsan lehordonyoztuk, ugye Nimrodot a hazai hagyományban. Majd fogjuk még ezt részletezni. De az egyetemes hagyományban Nimrodot úgy tartják számon, és rögtön hozzáteszem, hogy azok is, akik tisztelik, és azok is, akik sokkal több írásos hagyatékot hagytak ránk, akik megutálják. Tudnék, egy hallatlanul erős és erőszakos ellenvélemény alakult ki Nimroddal kapcsolatban, ezt részletezni fogjuk. Azért részletezem, mert pontosan lehet érzékelni ugyanazok a fékezhetetlen gyűlölködők, akik jelenleg is itt vannak, hát valószínűleg nem itt éppen most köztünk, de még ez sincs kizárva. Tehát lényeg az, hogy hát akik kivonulnak, ugye a parlament elé kivonulnak a hősök terére, mégse gondolva, hogy mivel etetik őket. Tehát, hogy itt egy teljesen valótlan helyzet az, amivel etetik őket, és egyáltalán nem is érdekli őket, hogy akkor tulajdonképpen mik a tények. Na most ugyanezt fogjuk tapasztalni a Nimrod hagyománynak abban a vonulatában, amit hát elég részletesen fogok ismertetni. Miért? Azért, mert ráismerünk arra, hogy jelenleg elég az, hogyha mi Nimrodot ősatyánknak ismerjük el, és mint ilyet tiszteljük, ahhoz, hogy egy egész sereg napi vádat a nyakunkba zúdítsanak. Majd látni fogjuk, ez egyáltalán nem túlzás, amit most mondok. És tudják is indokolni. Tehát ezeket részletezni fogjuk. Na most miért vetítem a Szent Koronát? Azért a nemzetközi hagyomány Nimrodot, mondom, mind a két féle vonulatban, a helyeslő is, meg a rosszalló is, úgy tartja számon, mint az első királyt. Tehát mint az emberi történelemben az első királyt
Most erre vonatkozóan is van itt nálam írás, nem feltétlenül fogok mindennyit felolvasni, de ezt azért felolvasom, sőt be is mutatom a könyvet, mert a legfontosabb dokumentumokat azért szeretném, hogyha megismernék. Hogy tudnék, itt nem a levegőre beszélgetünk. Ez a törzsek származásáról, ahogy a kincses barlang, nem tudom mennyire jutott ez el ide. Nagyon jó a kiadvány sorozat maga is. Tehát ez az a kiadvány sorozat, ami hosszan, ez a Prometheus könyvek, ennek a 8. Kiadványa volt. A törzsek származásáról, ahogy a kincses barlang, és ez tulajdonképpen a szír hagyományt a teremtéstől kezdve, hát egészen a krisztusi időkig, sőt, hát még azt követően megpróbálja, hát ez most magyar fordításban közölni velünk, és ebben természetesen Nimród is szerepel. Nimród egyébként szerepel a legszűkebben vett ortodox zsidó hagyományban is, hiszen tudjuk, hogy a Tórában, a Tóra az a Mózes 5 könyvéként ismeretes, holott hát ez tulajdonképpen maga a törvény, a Tóra. Ez a zsidóságnak a, hát a krisztusi tanításra tulajdonképpen ráragasztott, nem feltétlenül szervesen hozzátartozó, de mindesetre ráragasztott történeti időkben, ez most már rajta van az új szövetségi tanításon. Tehát abban is megjelenik, abban mindössze ennyi van, hogy a nagy vadász, tehát Nimród a nagy vadász az Úr előtt. És akik vele foglalkoztak, itt két szerzőt érdemes elmondani. Ezek a bevezető sorok, ezt ne tekintsük feleslegesnek, mert nagyon fontos, hogyha hazamennek, és majd nem feltétlenül Nimródot szerető ismerősök. Majd úgy vallatják, hogy biztos valami butaságot mondott, hasára ütött aztán, hát ez már egy ilyen, már most ez én vagyok. Akkor azért kell tudni, hogy itt nem erről van szó. Nem erről van szó. Tehát nagyon is pontosan tudjuk, hogy milyen a semita hagyomány, ami magyar nyelven is megjelenik. Hát köztünk vannak, tehát ez nem tagadható tény. És ezek közül ketten is, mind a ketten nagyon határozottan vallják is, hogy ők jó, hát magyarul írnak, de hát az egyikük már meghalt egyébként. Az ugyanaz a személy, aki ezt az előmutatott kötetet szerkesztette, Hán Istvánnak hívják. Egyik legalapvetőbb tanulmányt ő írta éppen Nimródról. És egyáltalán nem mondhatom, hogy ez egy rossz, vagy elfogult, vagy tudom, éppen ellenünk szóló tanulmány. Nagyon alapos. Hozzáteszem, hogy ő nekem professzorom volt annak idején az egyetemen, tehát őt emberileg is lehetett tisztelni. Az antik tanulmányokban jelent meg 1984-ben ez az alapvető tanulmánya, és hát ebben a Nimród történetnek elsősorban a történeti vonatkozása, tehát Nimród alakja a szír mondai hagyományban. Hát nyilvánvalóan ennek a kötetnek, tehát a kincses barlang kötetnek a szerkesztése során halmozódott föl neki az a tudás anyaga, amit utána egy önálló tanulmányban megjelentett. Másik, most ne tessék rögtön megriadni, Komoróczi Géza. Na most bármilyen furcsa hangzik, ez 74-ben jelent meg, ez a Világosság című, hát nem volt éppen egy nagyon nívós lap, de hát mindesetre ez kifejezetten antiklerikális lap volt, tehát ez lehet, hogy sőt kifejezetten vallás ellenes lap volt, és ebben ő a Nimród hagyományról írt, hozzáteszem, nem rosszul. Tehát megint ne abból induljunk ki, hogy valaki alapvetően elfogult, tényleg elfogultak, onnan voltak mind a ketten, és nem Nimród javán, de tisztességesen írtak. Na most azt jelenti a Biblia és az ókori kelet címen, és hát ebben ugye a Nimród hagyományt taglalja. Na most ezen túljutva, egy pillanat azt mondja, hogy ebből a egyetlen mondatot érdemes talán idézni, majd utána eléggé meglepő mondat következik. Most itt nem látom, ha látnék valami. Hallani egyébként hátul, ami amit... Jó, akkor nem kell különösebben. Jó, hát így már tökéletesen lehet látni. Akkor a botot. Értem. Jó, azt mondja tehát, hogy az egész, tehát Nimród az égen megpillantott egy diadéma képmását. Na most a diadémát nyugodtan koronának lehetett volna fordítani, más fordításokban szerepel is koronaként. Hivatta Sziszánt a takácsot, szövetett magának egy ugyanolyat, és a fejére helyezte. Ezért mondják, hogy az égből szállott alá koronája. Eddig az idézet.
ez Szent Efrémnek tulajdonított, tehát 300-as évek, és már Krisztus után, de van egy 900-as évekből származó alakváltozata, tehát egy parafrázisa, amely egy másik szerzőtől, ez egy kevésbé, és a Szent Efrém az elég ismert a Szentek galériájában. A másiknak a neve az nekem is újdonság volt, azt pedig Teotíciusnak hívják, és alexandriai püspök volt, egyáltalán nem tartozik a közismert személyek közé, tehát senki ne szégyelje magát, ha nem ismerte, én se szégyeltem, mikor kiderült. A lényeg az, hogy teljesen egyértelműen ebből a forrásból merít, tehát ebből, amit az előbb idéztem, csak egyetlen különbség van, de ez elég lényeges. Ő nem Takácsot hívott oda, hanem egy ötvös mestert, és nem megszövette vele, hanem ötvös remekként elkészítette. Na most ez elég lényeges különbség. És ezek után ez a bizonyos égből kapott korona, amiről azért ezt tudni kell, hogy nem általános jelzője a koronáknak. Én most erre vonatkozóan 1662-ből egy magyar nyelvű versből idézni. Megint csak nem a legismertebb szerzők közé tartozik, még azt is mondhatom, hogy nem is a legjobb hírű szerzők közé. Őt, ha emlékeim nem csaltak, de hát nem kortársi emlékezés, őt például kivégezték annak idején, mindesetre 1662-ig élt, és Liszti Lászlónak hívták, Lisztius néven, amit akár Lisztiusnak is ejthetnék, tehát ezen a néven publikált, annak egy magyar nyelven. Tehát ez egy magyar nemes volt. Na most ennek a verséből idéznék, ez egy hosszú vers, a címe az, hogy a Nemes Magyarország címeréhez. Tehát a vers maga a címerről szól. Igen, ám, de címerről korona nélkül már akkor sem lehetett írni. Tehát az utolsó verszakban, vagy az utolsó előttiben talán, a következőt olvassuk, ezt az egész verszakot, ez összesen 6 sor. Kicsoda világon, s romlandó ágon, s e romlandó ágon, bocsánat, aki téged fölmúljon, nem felülmúljon, fölmúljon. Így szép diadémát, már most a koronáról itt, így szép diadémát, s angyali koronát vajon, s ki hol találjon. Csak neked adatott, s mennyből bocsáttatott, hogy örökké fennálljon. Tehát a kettő szinte szó szerint ugyanarról szól. Na most ez, hogy angyal hozta korona, ez végig vonul a Szent Korona történetén. Angyali koronának nevezi az is, aki a legmegbízhatóbb tanúja volt a koronán lévő képanyagnak, hát ki volt ő, ugye Révai Péter koronaőr, tehát ő is így nevezi, és végig a történet úgy hát kapcsol hozzá jelzőket, hogy mindegyikben az égből kapott jellege hangsúlyozódik. Már akár az angyalt, aki hozza, azt hangsúlyozzák, akár magát a forrást, az eget, a mennyországot. Na akkor ennyit erről, és akkor most gyorsan két olyan forrást, ami Nimródot a magyar hagyományba bekapcsolja. Tehát ha már ezzel megismerkedtünk, akkor legalább lássuk azt, hogy hol lehet rábukkanni Nimródra. Hát mondjuk a 19. század előtt. Hát először is olvassuk, vagy lapozunk föl olyan írásokat, amik magyarul olvashatók. Nyilvánvalóan nem fogunk latin nyelvűekre hivatkozni. Tehát ilyen például Túróci Jánosnak a krónikája, a magyarok krónikája, ő Mátyás királynak volt egyik krónikaírója, és hát az ő írásából én úgy tudok idézni, hogy egy könyvből utána néztem, teljesen pontosan idézi. Azért ebből idézek, egyrészt meg kisebb, könnyebben mozgatom, másrészt mert ezt a nevet sem árt megismernünk. Tehát eddig a legteljesebb forrásválogatás és forrásközlés ennek az Olá Imrének a műve. Hát őt nem nagyon szokták ismerni, mert ő Buenos Airesben élt, a számüzetésben, tehát az emigrációban, és egy olyan sorozatban jelent meg a műve, amely körülbelül ilyen terjedelmi művek jelentek meg, egyik fontosabb, mint a másik. Ennek a sorozatnak az volt a címe, hogy ismeret kötőjel terjesztő történelmi füzetek. És ennek a szerkesztője, azt gondolom, kitalálják, hogy ki lehetett, Badini Jós Ferenc. Na most
Erre a névre azért kell talán először is, mert ő írta az előszavát is, meg ő is szerkesztette. Másrészt, mert most már agyba főbeszívják őt. Teljesen alaptalanul. Tehát most átestek a másik oldalára a lónak, annak idején csak dicsérni lehetett. Hát a késői, a legkésőbb írásaiban miért vannak tényleg olyan dolgok, amikkel én sem értek egyet. Ezzel együtt én nagyon tisztelem az ő működését, és rengeteg olyan dolgot hozott ő felszín, egyáltalán hozta a tudatunkba, hogy léteznek ezek a dolgok, hát amiket itthon egyáltalán nem is lehetett. Külföldön meg hát azért nem teljesen mézen folyókánál volt azoknak, akik kénytelenek voltak 56 után vagy 45 után kimenni. Hát nehogy azt higgyük, hogy azok a zsebből ilyeneket kiadhattak, még akár egy ilyen könyvben is. Tehát ő nagyon sokat segített ezeknek a kiadványoknak a megszerkesztésében is, és a kiadásában is. Na most ebben idézhet, rengeteg jó idézet van benne, hát nyilván éppen csak, hogy tudok belőle idézni, hát itt Túrócira hivatkozik, most én talán mindig ide jönni, mert ez kevés minden. Azt mondja, szó szerint idézet. És ama nagy Attila király sem vádolható, most átcsaptunk a második részébe az előadásnak, hogy lássuk, hogy kezdettől fogva ez a két téma, ez összefügg. Tehát Túróci írja, és ama nagy Attila király sem vádolható semmiképpen, hogy megtagadta származását. Hiszen címzésében ott találjuk, hogy a nagy Nimród unokájának vallotta magát. Fogom vetíteni, tehát a második résznek, mindjárt az első vagy a második képe, ez lesz, még a 19. században emlékérmeken is szerepel ez. Tehát egy teljes folyamatosság van, nem Túrócinál fejeződik be, vagy Mátyás halálánál. Ez a hagyomány. Más kérdés, hogy Túróci sem a saját újjából szokta, tehát ennek is van előzménye. Tehát unokájának vallotta magát, de a magyarok történelméről írt krónika második könyvében, ez a magyarok történelméről írt krónika, ez most a képes krónikát jelenti, ellenőriztem, tehát egészen biztosan erről van szó. Második könyvében is, ahol az ő második bejövetelükről van szó, ez most a magyarokról van szó. Tehát ez a Secundus Ingressus néven szerepel, nem honfoglalás, második bejövetel. És ez már az Árpádi honfoglalást jelenti. Honfoglásnak sohasem nevezték történelmi időben. Csak bejövetelnek, és az első bejövetel az nem az Árpádi volt. Az még a hunok bejövetel, nem is Attila jött be, hanem ő előtte jöttek. És a másodikról van most szó. Tehát azt olvashatjuk, hogy maguk a magyarok is a nagy Nimródra vezetik vissza eredetüket és származásukat a származási családfán. Na most ezt átszokták, hogy mondjam, ugrani ezt a kérdést. Rendkívül fontos dologra van szó. Tehát Mátyás történetírója először, legalábbis az én ismereteim szerint, először figyelmeztet arra, nem mindegy, hogy csak egy dinasztia tekinti ősének Nimródot, vagy az egész nép. Nem tudom, érthető-e. Tehát itt hangsúlyozza, hogy vigyázat, ez nem általános dolog. Hát mi úgy tanuljuk, újabban elég gyakran esik róla szó, hogy például a kazárok fölvették az ószövetségi zsidó vallást, de nem az egész nép, csak a vezető rétege. És az is csak rövid időre. De nem tudom, érthető, ez teljesen mást jelent. Tehát az, hogy itt annyira hangsúlyozódik, hogy itt nem pusztán arról van szó, hogy a bejövetelt vezető, most a második bejövetelről van szó, annak a vezéri garnitúrája, és hát azoknak a leszámazott, egész nép, az a legalsó szinttől a legmagasabbig. Nimród leszármazottjának tekinti magát. Na most 19. századi romantikus kitaláció? Tehát csak azért kell ezekre figyelmeztetni, mert ezek tényleg. Csak vigyázzunk, mert a jelenlegi emberiségnek, nem csak a magyarságnak, az emberiségnek a tudatát nem a tények befolyásolják, hanem a hírek. A hírek másnak a kezében van, nem a mi kezünkben van. És a híreknek semmi közük nincs a tényekhez. Elérkeztünk oda, hogy a 21. század első évtizedeiben már beszélő viszonyban sincsenek a hírek a tényekkel. Ezt tessék már nagyon komolyan menni. Mert az a sok idióta, aki kiment a Kossuth téren, meg kiment a Hősök terén, hírek alapján ment ki. Ezeknek a híreknek semmi közük nem volt a tényekhez.
Ebben most nem akarok jobban belemenni, csak hogy érezzük, nem mindegy, milyen forrásból szerzem az ismereteimet. A legfontosabb kérdésekről, például a saját őseimről. Ha ez követhető volt, akkor menjünk is már is. Ja, még egy elmélet. Azért még egy nagyon rövid idézetet felolvasnék, hogy érezzük, hogy nem pusztán a krónikás hagyomány vonalán élt tovább, hanem a nemesség, mint az ország lakosság gerince. A maga körében is nagyon fontosnak tartotta, hogy időről időre hangot adjon a Nimrodtól való származásának. Na most ez a könyv, vagy ez a veske egy olyan könyvből való, aminek az a címe, hogy Kuruc költészet. De nem mindegyik Kuruc költészetről szóló könyvben szokták ezt a verset idézni. Majd mindjárt látjuk, hogy miért. Ezt még 1903-ban adták ki, egy erdélyi Pál szerkesztésében, és hát mondjuk nem volt olyan nagyon könnyű megszerelni, de meg lehetett szerelni. Már csak könyvtárnak, de onnan se kölcsönözött. Tehát lényeg a következő, első verszak a mindjárt így szól. És Kuruc költészet, ne felejtsük el. Tehát nem főúr írta. És hát látjuk mindjárt a szövegében is. Nimród ágyékából, dicsőségházából származott fényes virág. Ez a magyarság. Ez a többi verszakban egyértelműen kiderül. Na most a virág, azt tudjuk, hogy magyar nyelvben mindig világot is jelent. Tehát ez a fényes világ, ez azt jelenti, hogy fény által nyilvánuló világ, ez a mi világ, tehát ez a magyar nemzet. Na most ez egyértelműen lehet, tehát az utolsó verszakig én leírtam még egy-kettőt, de ezt most már nem olvasom fel, akkor megy az idő. Tehát azt mondja, hogy folytatja, ki az irítségnek és eleven férgeknek mérges foga most is rág. Helyi korról beszélünk. Azt mondja, hogy mi dolog, hogy így élsz, rettegsz, s haláltól félsz, s véred feljebb, hogy nem hág. A véred itt most a véreidet. Hát persze, hogy nem hág, mert minden állás be van töltve, de nem a te véreiddel. Tehát ez csak azért fontos tudni, mert nehogy azt higgyük már, hogy itt most mi zúgulódunk, vagy nekünk van ilyen, tudom én, ilyen kirohanási kedvünk. Egy fenét, semmi más nem csinálok, csak ilyen. Idézek. És éppen azért idézek, nem csak amiatt, hogy ez most kapcsolódjék Nimrodhoz, hát itt nyilvánvaló volt a kapcsolódás, hanem azért is, hogy próbáljuk már átélni, nem most van a magyarság a legrosszabb helyzetben. Nagyon rossz helyzetben van, de nem most van a legrosszabb helyzetben. Volt sokkal rosszabb helyzetben is. Mindig volt, aki megszólalt, és mindig volt ennek is a legvége gyönyörű. Mert azt mondja, hogy igaz, hogy a legrosszabb helyzetben vagyunk, de az imával ki tudunk emelkedni ebből. Tehát nem negatív a vége, nem pessimista a kicsengése. Ott van a legtöbb baj, hogy észrevesszük, természetes, hogy észrevesszük, hát a bőrünkön érezzük, hogy mekkora galátságok folynak, különböző zászlók és kitűzők alatt. Na jó, de ezzel általában be is fejezik, és akkor na, akkor zokogjunk együtt. Hát én mindig mondom, hogy adom a papírzsebkendőt, csak menjünk ki. Hogy képzeled te azt? Hát azt hiszed, hogy mi egyetlen magyarnak szabad lenne már élni? Hát már 1500-as években leírtak bennünket. Aztán II. József 1700-as évek végén. Nem volt már Magyarország. Azon a térképen, amit II. Katalinnal összeállítottak, már nem volt. II. Katalin orosszál nő. Aztán utána a második világháborúnak vége, az amerikaiak benyújtják a javaslatokat, hogy hogyan rendezzék ugye Európát, már nincs benne Magyarország. Két részre osztották Németországot, de főleg visszintes vonalval. Dél-Németország teljesen bekebelezte Magyarországot. Benne van a történeti atlaszokban. Tessék utána nézni. De 45 után egyszerűen leírtak megint benne, és mégis itt vagyunk. És itt is leszünk. Tehát ez egy nagyon fontos kérdés, legyünk már tisztában vele, hogy semmi ok nincs arra, hogy mi siránkozzunk. Kizárólag rajtunk múlik. Ha van bennünk reménység, tudjuk, hogy a mi sorsunkat nem oldalirányból, hanem fölülről. De nem a minisztériumi szintről. Tehát onnan intéződik. És valaki oldalról várja, hát az várja. Ezt majd szakállal is nőhet közben. Na akkor ennyit erről.
És akkor most nagyon röviden kérlek a következő képen. Most néhány olyan képen fogunk végig szaladni, amelyik jelzi, hogy nem csak a koronát kapta a mennyből, tehát az égboltról Nimród, hanem maga a Nimródi jelenség is, égbolti jelenség, és ez megint az ókor óta köztudott. Tehát mit neveztek Nimródnak a csillagos égbolton? Egy csillagképet. Mert ez nem akármelyik csillagképet, kettőt jelezték. Az egyik az a nagy vadász volt, amelyik vagy kentőt formájában, vagy lovas jelent meg, majd mind a kétfélét látjuk, most az egyiket. Ez a nyilas csillagképe, ez a szellemi tartását, vagy a tartalmát jelzi a nagyon tulajdonságban, ez nem a test, a testét az a gyermeke jelzi. És ennek a magatartásnak a lényege az, hogy olyan valamit tud behozni az állatőknek a kis világába, amiben mi is benne élünk, amit egy jóval magasabb rendszerből hoz be. De csak ő tudja behozni. Na most mi ez? Nyilas csillagképet onnan fölismerjük, ha látjuk. A nyári égbolton lehet észrevenni. És ennek mi a sajátossága? Az, hogy a tejútban benne van. Tehát a tejút vonalatában benne van, és ha én abban az irányban nézek, és azt az egyenest, ami ő felé vezet, meghosszabbítom, hogy egyenesen bejutok a saját tejút rendszerünk központjába. Tehát abba az energia központba, amely pulzáló módon folyamatosan adja mindazt az energiát, ami hol anyaggá sűrűsödve, hol meg tiszta energia formában, de táplál bennünket. Tehát ez egy köztudott dolgok, tehát ez nem igaz, hogy ezt most kell megtanulni is itt. Tehát ez bármelyik alapfokú csillagászati, mint a enciklopédiában, vagy egy kis naptárban benne van. Tehát ez azt jelenti, hogy ha én a teremtő erő kozmikus értelemben, nem üttörténeti egyelőre még nem, hanem csak is kozmikus értelemben be akarom hozni ide a mi világunkba, ide a Földre, akkor én vagy a nyilason keresztül hozom be, vagy nem jön be. Ennyit el. Na most ez a nyilas felelőssége. Tehát ezt lehet dicsőségnek venni, de én nem ezt hangsúlyoznám, hanem felelőssége. Tehát ha mi nem úgy viselkedünk, akkor más nem fogja behozni. És itt miről van szó? Egy magasabb rendű tudásról és annak megfelelő erkölcsről. Na most, ha ezt mi nem hozzuk be ide az emberiségbe, akkor úgy jár az emberiség, ahogy ma tapasztaljuk. Hogy tudjuk, az erkölcs egyszerűen meg se jelenik a szótárában. Tehát azok a kifejezések, amitől mi emberek lehetnénk, ilyen az erkölcs, ilyen az igazság, ilyen a tisztesség, egyáltalán meg se jelennek. A kegyelemről már nem is merek beszélni. Nem jelenik meg neki. Igazság helyett a bizonyíthatóságot hozza meg. Kész, ennyi. Szerintem meg se jelenik. Ilyen nincs, hogy igazságszolgáltatás. Nem tudom, észrevették-e. Jogszolgáltatás van. És ennek egyetlen tétele van, az a bizonyíthatóság. Bizonyíthatóságot én meg tudom fizetni. Tehát ennek semmi köze nincs az igazsághoz. Aztán beszéltünk róla, hogy a tényekhez hozzá se tudok jutni. Miért? Mert olyan közegben vagyok bekényszerítve, hogy a legfontosabb tényeket el sem tudom érni. Nem tudom. Tehát nekem azt hazudnak, amit akarnak. És hát azért ők úgy akarnak. Tehát nem tudom, érthetők, egy fejre állított világban vagyunk. Na most, ha ebben nem tud működni a nyilas szellemisége, akkor nem úgy meghalt az emberiség, megdöglött. A legócskább vacak. Majd fogjuk tárgyalni továbbiakban ennek a konkrétumait. Egyelőre csak maradjunk ennél, tehát ez az egyik, ez a nyilas. Most azt is lehet tudni, kérjük a következőt, azt is lehet tudni, hogy ez az út, amit ő bejár az égbolton. Ennek a irodalmi megfogalmazása az, amit mi az őskomikából török nyelvben, illetve hát arra már átfordítva, és onnan visszafordítva magyarra olvashatunk. Ez a bizonyos Tarihimbius. Ugyanis az mit ír? Azt írja, hogy először kimennek vadászatra. Nimród és a két fia, akit nevükön is nevez. Tehát ott nincs különbség a saját hagyományunk, meg a ma bizonyos Tarihimbius hagyomány között. És először Nimród indul el. És Nimród
vadlövő vad után megy. Tehát azt jelenti, hogy egy jól azonosítható vad, miután elég sokat ábrázolják a jelenetet, ez mindig szarvas. Most ennek a folytán azonnal azonosítani lehet, hogy tulajdonképpen valójában a nyilasnak a képviseletéről van itt szó, Nimrod esetében miért? Azért, mert akár merre indul el, akár az egyéni élet útján, azt tudjuk, hogy az egyéni élet útja az a kicsi állatövnek, tehát a hónapokból kirajzoló állatövnek a menetében. Ha én nyilasként indulok el, az azt jelenti, hogy én november vége felé születek, és akkor utána már december, tehát mifelé indulok el? Hát karácsony felé, nem tudom, hogy kell sokat magyarázni. És tehát a karácsony nem a kereszténységgel lett nagy ünne. Ezt ne felejtsük el. Hát ez a sol justitiae, mint Jézus Krisztus, ez a sol invictusnak a születési helyén. Tehát a legyőzhetetlen napistenség, és azt minden olyan vallás, amelyik a napot valamilyen értelemben főszereplőnek tekinti, mindig ott születteti. Ezt is meg megbeszélhetjük, de csak a vadászatképeknél. Tehát, mert lesz arra különbség. Na most, tudjuk, miről van itt szó? Elindul ő maga, és eltűnik a képből. Többet Nimrodról ezen a vonalon, tehát ezen a történeti vonalon, a Tarihi Öngörűsz nem szól egy szót sem. Megy tovább, szépen kijön a képből, ez egy ismert út. Tehát a szarvas ebben a vonatkozásban a nyilas időegységének, amelyik tart ugye egészen karácsonyig, annak a második 15 napját jelöli. Ezt holdháznak nevezik keleten, és ennek egy szarvas félesége. A képviselője, amelyekre az jellemző, hogy kicsit már a szarva az kezd becsontosodni, mert a következő az már a kecske lesz, tehát az a baknak megfelelő lesz. Tehát a szarvasnak egy nagyon szétágazó halú magacspárja, ami nyilvánvalóan a tejútnak a ágazását, bogazását idézi meg, az kezd egy kicsit már tömörögni, és a kecskének a gondolkodása módja felé átalakulóban lenni. Na most mi jellemző a kecske gondolkodására? Teljesen merev. Tehát azt jelenti, hogy elindul a lagancs, akármilyen formában jelenik meg, mindig a szellemi kisugárzásnak a foghatóvá váló eredménye. Tehát ez a képírás típusú művészetben a világ elejé. De úgy a világ elejé, hogy egyáltalán ismerünk képírás eredményeket. Na most ez mit? Tehát valaki már beszélgetett mondjuk egy Bach típusú emberrel, az pontosan tudja azt meggyőzni. Elvilehetőség. Tehát arra én rávehetem, hogy nála kialakult, megcsontosodott, ő neki meg van írva, tehát lényeg az, hogy a megcsontosodott gondolkodása, arra még rávehető, hogy még egyszer gondolját, még egyszer hogy ugyanazt fogja kapni. Tehát innen ismerem föl a Bachnak a képét. Mert egyébként, ha ez szép ágazna, és azt mondaná, akkor mind a két végletet megismerem, az már nem a Bach, az a Kos. Nem tudom, hogy ismerjük a képletét. Tehát vigyázzon, mert ezek nem véletlen alakultak olyanná ezek a jelek. Nem véletlenül olyan állat képviseli. A lehetséges, hogy mondjam, csak az állatképviselek rendben. Tehát mert nagyon fontos tudni, hogy itt, ha elindul az egyén útján, ott nagyon vigyázni kell, mert igaz, hogy nagyon nagy szellemi tartalékkal indul, de könnyen becsontosodik. Tehát ott egyénként erre kerül. Na igen, de elindulhat, mint egy népfia a precessziónak a menetében is. Az egy 26 ezer szerű. Erre mondja, hát a 26 ezer szerű nem. De tényleg nem érsz. Onnan tudom, hát mert látom rajtad, hogy a néphez való tartozásról lemondtál. Beugrottál a sajtó izgatásának, hogy a néphez tartozás az ilyen nincs is tulajdonképpen. Egyén van meg az emberiség, kész. Többi az babban. Nem tudom, ismerjük-e a szöveget. Na most, ha néphez való tartozásról lemondtál, akkor lemondtál a precessziós létedről. Mert a precesszió nagyságrendjében nem egyénként élünk, abban, mint egy nép fia élek, de én élek. Tehát onnan veszem azokat a tapasztalatokat, amiket egyén életemben soha nem tudtam volna megszerezni, és mégis megvan. Furcsa mondom. Tehát ez egy nagyon fontos kérdés, mert bizonyos, ha én nálam ez egy 7 generációs táv, annyit azért minimum kell a saját múltjából ismerni. Na jó, de Attilánál például 32 ősét kapálba töltött a sonor. És erre mondja, hát az már nem 32,
bocsáss meg. Ez nem így van. Nem így van. Pontosan kell tudni a kamaszkorra már egy embernek, hogy melyik az az ősei közül az a vonal, ami neki szól. Nem tudom, értettem. Mert mindig ezzel érvelnek, akik le akarnak beszélni arról, hogy tekintsd fontosnak az őseidet. Hát mindent úgyse tudod. Ki mondta, hogy mindent kell? Ki mondta? Nem minden ősödnek a sírjára gondolom, de azért, aki a hatodik őső, és aki a tényleg jellegadó, azért bizony gondolom. Tehát itt nehogy már összetévesszük a tényleges leszármazási vonalat azzal, ami egy statisztikai adathalom. Semmi köze nincs a kettőnek egymáshoz. Tehát nyilvánvalóan valakinek a tulajdon. Nekem még meg kell küzdenem azzal a tulajdonsággal, ami talán egyedüli rossz tulajdonsága volt ennek az ősömnek, a számtalan sokkal jobb tulajdonságához képest. De meg kellett küzdeni. Már a lányomnak nem kellett megküzdeni. Tehát ez csak, de ugyanakkor a bátyának is meg kellett küzdeni. Tehát ez amikor az utolsó generációnál még egyszer felerősödik. Na most, ha én tartom számon, akkor ezt egy egyéni hibának tekintem. De ha az ember számon tartja, hogy vigyázz, mert itt ezzel neked meg kell küzdeni. És le kell tudnod küzdeni. Tehát ezek azért nem felesleges dolgok, mert mindjárt ott leszünk Attilán. Hát Attila Nimródnak a leszármazottja. Tehát neki igenis számon kell tartani azokat a tulajdonságokat, amik előre visznek meg, azokat is, amik esetleg hátráltatnak. Mert hát emberek vagyunk azért akármi is. Na, tehát amikor lejövünk ról, vagy elveszünk szemünk előtt a Nimródot, akkor nem vész el, megkeresi a saját helyét. És mit talál meg? Orion csillagképet. Orion csillagképet az ókorban teljes szélességben az ókori népek között, aki egyáltalán hagyott ránk írást, az mind Nimródnak nevezik. Tehát a Nimród név, akár Nimród néven egyébként a legnagyobb része ezeknek az írásoknak más alangzó írás. Tehát ne felejtsük el, most ezek kekeckedni, hogy a Nimród az nem Nimród, hálisd a magad. Tehát ezek a magánhangzó megfelelések egyébként a szemita írásoknál mai napig nem köteles kitenni a magánhangzókat. Ha akarja, kiteszi, ha nem akarja, nem teszi. Tel Avivban az utca feliratot nem teszik ki a magánhangzókat. Úgyhogy nem volt egyszerű kiolvasni, hogy ott bizony Masarykról utcát neveztek el. Ennyit erről. Hazatalált. Na most ezt csak azért mondom, hogy érezzük, hogy ezek a bizonyos magánhangzók, hogy vitatkozunk, hogy ne szórakozunk. Másra hangzó a gerincel. A nyelvnek, és ez nem csak a zsidó írásban van az ítétben a mai nevén. Szerintem Aramban ugyanígy van. Aztán, hogy ő központozással ezt segíten nekünk azonosítani, kell ismerünk a nyelvet. És nyilván valahogy egy más szöveg összefüggésben mást fog jelenteni. De akkor másképp is hangosít. Na, tehát ez az Orion, majd Orionnál is fogunk itt találkozni, mehetünk már is tovább. Ez csak a bevezetőnek. Na most a másik út, amikor nem a saját szerepemet találom meg, kikristályosodva, ez olyan. Hát ha tudjuk, ez a téli ég volt, ez a leghangsúlyosabb csillagképe. Tehát ha valaki az Orion se ismeri fel, akkor azt mondom, hogy akkor újabb szemüveget van. Tehát minden esetben egy rendkívül fontos, és ő azt mutatja meg tényleg, amit akkor látunk. Tehát ahova törekszik, mint egyén. Csak, hát ezt tudjuk nagyon jól, hogy ezek télen, de éjféltáj. Tehát ez nem a... Mert tudjuk, hogy miről nevezem el a hónapokat. Tehát azt mondom, hogy tudom én a rák hava. Akkor hol van a rák csillagként? Eredetileg a nap mögött. Most már a precesszió folytán kicsit elhúzódott tőle. Tehát ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy ezt én nem láthatom. Tehát nekem meg kell nézni, éjfélkor mi van, és az a pontosan vele szemköztéve csillagkép. Tehát mindig teljességbe kell gondolkozni. Na most próbáljunk egy ilyen embert hűíteni. Nem tudom, érthető-e? Tehát mindig teljességbe gondolkozni. És ezért kell tudnunk, hogy van egy egyéni életút, az elvezet a Nimród csillagképhez. És ott szépen megáll, és mutatja mai napig, hogy itt bizony a karácsony környékén vagyunk. Ez volt a cél, mint egyének, megtalálni azt a pillanatot, amikor újjászületik a fény.
és a fiaimban pedig hol jelenek meg? A szent közt lévő csillagkérnek. Tehát ahhoz át kell menni a tejút vonulatát, és akkor kapok meg a ikreket. És amikor egy ikrekről beszélek, az egyik kezében ostor van, másik kezében meg bunkó. Na most, ki az, aki mikor bemutatkozik? Arany János szövegét idézem. Csillag esik földre, jött tége csodáknak. Jött éve csodáknak. Iholén bőrője világnak. Miközben a másik neve? Isten ostora. Tehát ez a kettősség, amit itt látunk, ez annak a tulajdonságnak mutatja a kifutási lehetőségét, amikor már nem a szellemisége, a nimródi szellemiség, hanem a testetöltés. Ott már nincs mese, ott kettős meg kell megjelenni, és ez a kettő soha nem harcolhat egymás ellen. Na most, ennek az ősképe Hunor és Magyar. Tehát Hunor soha nem harcolt Magyar ellen, Magyar soha nem harcolt Hunor ellen. És abban a pillanatban, hogyha egymás ellen látom, hogy intrikálnak, mindig keresem mögöttük, hogy ki uszítja őket. Soha magától magyarra nem támad. Mindig uszítják, és semmi értelme nincs, hogy múlt időt használjuk. És szoktam mondani, hogy uszítják, de hát nem uszítják, tehát azért ne próbáljuk azonosítani. Ez egy nagyon-nagyon jelenkori gondolat. Abban a pillanatban, ha két magyar egyetért, már így reszket az, aki nem az. És ez egy döbbenetes dolog. Mitől fél? Azért, mert ha ők ketten összeállnak, akkor biztosabb lehetünk benne, hogy ellenünk jön. Az ténykérdés. Na de ha mi ketten egyetértünk, semmi köze nincs ahhoz, hogy mi ellenünk akarunk. Eszünk állába sincs. De ha én simogatásra vagy gyógyításra így van, kezemet feléled, abban a pillanatban kitámad. Miért? Mert nem tud mást elképzelni, csak azt, hogy én ütni akarom. Eszem ágában sincs. Nem tudom, érthető. Tehát azért borzasztó nehéz a jövőt megtervezni, mert minden olyan kísérlet, amit tulajdonképpen az ő javát szolgálná, azt úgy fogja föl, hogy én támadjátok. És ez borzasztó nehézé teszi a kérdést, mert hányszor kedve közben már levágta a kezemet, és már közben már tudom, hogy hasba lőtt. Tehát egyszerűen kitámad, mert nem hiszi el, hogy én tényleg a javát akarom. Eszem ágában sincs neki rosszat kívánni. Nem tudja elkezdeni. Szóval egy borzasztó dolog, mert azért nézzük meg a politikát, jelenleg sehol a világon nem Hunori magyari alapon csinálják. Na most, ha én tudom, hogy jelenleg Káini alapon csinálják a politikát, ugyanis összesen kétféle ilyen ikerpár típusú, vagy hát hogy mondjam, testvérpár típusú magatartás, összesen kettő. Az egyik, hogy egymásért harcol, másik, hogy egymás ellen harcol. És ha nem a harcból indulok ki, én érte élek, ő meg belőlem él. Nem tudom, érted. Most ezt nem lehet egyeztetni. Nincs, hogy én akkor a 7-6 napján én megpróbálok ugye, hát ellene élni, mert hát azért nekem is kell állni, én is piacról élek, állni, és jönnek a szövegek. És akkor vasárnap azért elmegyek a templomba, szépen meggyógyulok, és akkor megy minden tovább. Hát ilyen nincs. Tehát ez tényleg felejtsük. Viszont mi a Káin-féle? Tehát a Káin-félének melyik a kettő közül a győztese? A jobb vagy a rosszabb? Ki mutatta ezt ki? Hát maga a teremtő. Azzal, hogy az egyiknek elfogadta az áldozatát, másiknak nem fogadta el. Melyiknek nem fogadta el? Káinnak. Melyik lesz a győztes? Káin. Tehát minden ilyen típusú küzdelemben a túlélő a definíció szerűen rosszabb. Na most ezt tessék már megjegyelni. De én nem is akarok Káin, nem az akaratodon múlik. Beálltál egy útvonalba. És itt nincs kilépés, nincs menet közben. De én meggondolom, nincs meggondolás. Tehát azt jelenti, hogy minden ilyen típusú konfliktusból definíció szerint, nem az én akaratom szerint, nem az ő akarata szerint, definíció szerint a rosszabb kerül ki győztesen. Akkor most emelkedik ezáltal az emberiség majd lejjebb. Házi feladat. Ne tessék megkerülni, tessék igenis végigmenni ezen a gondolatmenten, és lehetőleg naponta. Tehát igenis leépülőben van az emberiség. Meddig tud leépülni? Na most, nem időben kérdem, milyen fokozatig tudik ennek egyetlen
kulcsszava van. Miért öli meg? Azért, hogy sikeres legyen. Ha nem hiszük el a Káin történetnek, akkor vegyük elő annak a parafrázisát. Az melyik? Hát az a Romulus Rémus történet. Egy az egy. Sikeres akarok lenni, utam van a testvérem, anyumának. Ennyi. Na most melyik a legsikeresebb élőlény típus jelenleg a földi körülmények között? Rovarok, köszönöm szépen, rovarok bolygója vagyunk. Tehát mivé válik az emberiség? Rovarosodik, tessék már észrevenni. De már régen nem, mert nem a főemlős szintjén van. Hát a vezetőség, ha körülnézünk a világ vezetői között, így egy tél és körsét alkalmat, tehát többenetes. Ezelőtt egy 10 évvel még a főemlős volt, ami egy kicsit úgy elgondolkoztatott. Szerintek, mert ez nem emberek. Tehát jelenleg már a lótetőnél tart. Lótető. És rajzik. Hát tessék azért figyelni már. Hát a maguk utcájában még nincsen kínai volt? Majd lesz. Hát rajzanak. És ez a rajzásnak az egyik vonala csak, ami ellen most, tehát ugye drótkerítéssel, vagy nem tudom mivel védekezik. Na jó, de hát ez meddig tart? Rajzanak. És hát itt is, hát azért a háttérben mozgatják el őket. Ez gondolom eléggé lehet ismerni. Tehát ez azért nagyon fontos kérdés, mert nekünk Nimród vonalán soha nem vezethet az útunk ahhoz, hogy a másik ellen harcoljunk. Csak a másikért. Na most akkor miért van szükség harcra? Ezek nagyon fontos kérdések, tehát most nem véletlenül Nimród a témánk. Hát akkor miért minek? Tehát van egyáltalán vesztese egy ilyen küzdelemnek, Hunor magyar félének? Nincsen, hogy lenne? Tehát mindegyik jobb lesz a küzdelem után, mint a küzdelem előtt volt. Akkor miért küzdenek? Nagyon egyszerű kérdés. Azért, mert ha nem küzdenének még pedig keményen, akkor mind a kettőben rejtve maradnának azok az értékek, amelyek csak a küzdelem révén tudnak kibontakozni. Tehát én érte harcol, ő értem harcol. Akkor most van ennek vesztese? Pontosabban ezt látjuk, nincs vesztese, persze. Van egy ösztese? És akkor most itt jön az, hogy hát formál logikai értelemben nincs, de hát ki beszél itt formál logikát? A formál logika ennyit tud a valóságból értelemszerűen megközelíteni. Hát itt miről van szó? A külvilág számára tényleg nincs győztes, de mind a ketten tudjuk, az a győztes, aki a másikat maga fölé tudja emelni. És erre majd emlékezzünk vissza Attila esetében. Mert most már Attilához kezdünk közelíteni. De hát már kezdettől fontos. Tehát egy nagyon lényeges tétel. Most miért mondom, hogy a külvilág nem látja? Mert ezt nem lehet közhírét tenni. Miért? Mert ha egy közhírét ezen megemeltem, tehát én vagyok a jobb, megaláztam őt. Abban a pillanatban nullázódott az elég. Nem tudom értettek. Ide nem lehet hívni a tévét, hogy most közvetít. De legalább akkor közvetítsem arról a tévét. Nem. Nem. Ennek tényleg titokban kell maradni. Ő is tudja pontosan, én is tudom pontosan. De nem lehet köszönni. Tehát nyugodtan lehet gyalázni azt is, aki győztes, azt is, aki legyőzött, de inkább a győztes szokták ilyenkor gyalázni, gondoljuk Attilára. Mai napig, hát egyfolytában szólják rá a szemedet. De teljesen gyártásnak. És hát nem védekezhet. Miért? Hát mert abban a pillanatban az ellenfelét megaláznak. És ez volt aztán végképp nem. De ez a legnehezebb a problémát. Nem a győzelem, hanem az, hogy titokban van. Na most itt lehet körülbelül érezni, hogy azért itt szóval nem kispályás játékosokkal foglalkozunk. Tehát itt egy nagyon magas erkölcsi mércéről van szó, és én még soha nem haragudtam arra, aki azt mondta, hogy ez nekem túl magas. Majd látjuk, hogy lesz még olyan is ebben egy olyan tétel, hogy hát bizony az ellenségedért is meg kell hozni ezt az álmodat. Na azt már meg! Azt már! Jó, semmi van nincs. Semmi. Te most itt tartasz. Tényleg nem könnyű. Tudjuk, az iker kapcsolat, egy hunor-magyar kapcsolat azon alapul, hogy nekem ő testvérem. De tényleg az. Tehát lehet választott is, de lehet tényleges is. Tehát egyszerűen gyönyörködöm benne. Tehát szeretem őt közvetlenül, hogy mondjam, szóval egyéből valak mondjuk. Na jó, de amikor ezt meghaladom,
azért is önkéntes és teljes áldozatot kell adnom, aki nekem valaha sem esik. Na elején, na azt nem. Hát ez már tényleg nem az ikrek feladata, na de ha az ikrek elérkezik a legmagasabb szintre, akkor hol tartunk egy évkörön belül? Nyári napfordulón. Mikor van a legtöbb fény? Nyári napfordulón. Mikor van a legkevesebb sötétség? Nyári napfordulón. Ott veszi át a stafétabotot a rák. A rák pedig az anyaság, a család, tehát amikor már nem magamért, hanem azért, aki majd ki fog szorítani engem a fészekből, a gyerekemből, azért hozom az áldozatot. És meggondolás nélkül semmit nem válok érte vissza. És hát bizony, mindent azért teszek meg, hogy gyerekem jobb legyen már. Nekem nem nagy vicc, de van egy nagy vicc. Tehát lényeg az, hogy csak hogy tudjuk, hogy ezek hogy jönnek egymás után, ezek a tulajdonosok. Miért kellene, hogy így elmondani? Azért, mert hogyha előbbre jutunk egy kicsit, majd látni fogjuk, hogy Nimrodnak van egy olyan jelzője, ami ábrában is majd ezt vetitek, és szövegben is megjelenik. Ez pedig a Párduc. Ez a név. Tehát ezt a nevet bizony a Nimrodban rejlő nevet, ezt még a Héber is így tartja számon, sőt, tehát lehet, hogy föl is figyelj, olvasom majd. Tehát vannak eredeti Héberből közvetlenül fordított szövegek, és a Párduc. Tehát a Párduc kacagány, amelyik annyira jellemző volt, akár még a második bejövetelnek a magyarságára is, tehát ez a egyik főpapi öltözék volt például Egyiptomban, ezt se felejtsük el. Tehát ez egy nagyon magas szintű beavatottságot feltételez föl. A mi esetünkben annyit is jelent, hogy magamra öltöm a Nimrodi tulajdonságokat. És akkor nekem ahhoz viszont méltóan kell viselkednem. Nagyon kemény gombatétel. Na most a Párduc pedig egy évköri rendben, amelyet a keleti állatökből kell mindig megközelíteni. Ne felejtsük el. Tehát valaha nem volt ilyen, hogy kelet és nyugat között egy sorompó. Hát még Dürer dolgozik a keleti állatövben, de nem csak Dürer dolgozik. Hát nem a legfeltűnőbben, mert ez egy kicsi állatcsillagkép. Nem a Bakoton, pedig a Bak havában vagyunk, hanem mi, a vele szemközti találkozunk. Érthető? Tehát ez azt jelenti, hogy a rák tulajdonságnak bizony ott kell lenni, de nagyon ott kell lenni. Ha önmagát kiteljesíti az ikrek, az ő két gyermeke, akkor az már a rákra vezetnek bennünket, és ha rosszul dolgoznak, soha nem fog a másokért, ellenfeleinért is hozott áldozat bekövetkezni. Magyarul megváltó alaptulajdonság. Itt egy nagyon fontos kérdés, nem tudom, hogy követhető, mert sajnos kénytelen vagyok gyorsítva mondani dolgokat, mert különben soha nem jutok a végén. Akkor most az égbolti megjelenését a Nimród alakzatnak, ugye most tudomásul vettük, hogy egyszer egy szellemi megjelenés a nyilas esetében, annak a közvetlen testetöltése az az ikrekben, minden esetben így van, tehát a vele szemköztévői tulajdonságban, na ez a Nimród magyar kettős, és van egy saját pályája, amikor befejezte az életét a Földön, és az pedig a Nimródban kerül föl. Tehát az Orion csillagképben, az ennek a nevelmény. Tehát semmiféle ellentmondás nincs abban, hogy a nyilast is nevezik, de csak soha nem a nevén, hanem a tulajdonságot írják. Mert a Oriont, mint nagyvadászt nagyon nehéz azonosítani a Nimróddal. Tehát nem az a tulajdonság, más tulajdonság. Jelenek meg, mert mehetünk másolás. Ezt én tovább akkor most nem részletedni. Ellenben, hogy érzékeljük, hogy itt Nimród alakjának a megfogalmazásában nem biztos, sőt, ahogy azt Komolóczi Géza is leírja, de tökben hány István is, tehát mind a kettő, akire hivatkoztam, leírja a Ószövetség, tehát a tórai hagyományban, a Mózes első könyvében, vendég Nimród. Szemmel láthatóan feszengok, nincs semmiféle ízüléssel, se az előzményekhez, se a következményekhez. Ezt bárki észreveheti, ha olvassa a Ószövetséget, de hát ők szóvá is teszik, mert hát nyugodtan szóvá lehet. Tehát egészen nyilvánvalóan akkora alakja volt az ókornak, hogy nem lehetett megkerülni. De éppen csak, én ezt úgy szoktam nevezni, hogy tele van ilyen zárványjal az Ószövetség. Hát ha én a saját őstörténetemet, saját nyelvemen akarom olvasni, vegyem kézbe a tollát. Hát szinte minden neve
magyarul értelmezhető. Nem szabad ugyan, de lehet. Na most hát van, aki vállalja, van, aki nem vállalja, de mindesen megszól, ez sem mai találnak. De ennek is megvan a maga útja. Csak ezt a tudomány történeti vonalat egyszerűen kiradírozták. Szó szerint. Holott egy nagyon komoly felkészültségű társaság folyamatosan, igenis, vette. És itt nem pusztán arról van szó, amit gúnyolódva szoktak emlegetni, hogy akkor, tudom én, a Nabukodonozor az Nebulondozon az Úr című dolog, mert ilyet soha nem írt le senki. Azon az egyen kívül, aki ezt gúnyolni akarta. Soha ilyen, semmilyen nyoma nincsen. Viszont egy sereg olyan olvasat meg van, ami nagyon érdemes elmondani. Na, ezt most nem fogom részletezni, de mindesetre ez az ábrázolás egy bizánci krónikának, aminek a szerzője, Georgios Amartos, tehát egy számon tartott szerzőről van szó, de ennek egy sokkal későbbi ószláv nyelven megjelent, és Tverben, Tver, ez egy a kievi rusz hatás körzetében tartozó, és időben is oda kapcsolódó, tehát 1316. 14. század fordulója, tehát nálunk ez az utolsó Árpádnak az uralkodás ideje. Tehát ebből az időből származik, úgy jeleníti meg, ez egyértelműen Imrod, tehát nem lehet félreérteni, mert bibliai szövegben ágyazza bele, és hát írja a nevét is. És egy olyan jelenet, de hát aminek így nincs benne a Biblia. Tehát legfőjebb a Tarihimbrüszből lehetne következtetni, teljesen nyilvánvalóan nem a két gyermekekről van szó, hiszen mondom, a nevét is írja. Tehát ez Nimrod. És jól láthatóan szarvas vagy olvas. Melyik szarvas? Mert ugye mind a két irányban szarvas. A precesszió irányában is szarvas vadászhatna, mert az meg a skorpiónak a második oldalán. Tehát azt jelenti, hogy akár melyik irányba indul, szarvassá fog majd változni. Hát ez a szarvassá változott fiú ugye Kolinnája, amit még viszont Bartók Béla dolgozott fel. Tehát ezek tökéletesen érthetők, ha az ember csak alapfokon is tisztában van a régolt jelenségekkel. És ez nem megmondjuk el. Na, minden esetben, ha ez itt egy hatalmas szikla csúcsán áll, akkor nyilvánvalóan minden, ami megkövesedik, az mindig a bakhoz tartozik. Tehát rögtön lehet látni, ez az egyén élet útján elindul a Nimrod, és ebből lesz majd a későbbiek során az a Nimrod csillagkép, akit mi ma Orionnak nevezünk. Nem a gyermekek útja, ez az ő saját útja. És hát ez egyén, ezt most arra figyelmeztetek, amire az első két idézetet figyelmeztetek. Lehet egyszer követni a vezető útját, de tudni kell, hogy a vezetőnek is, meg a népnek is ugyanaz a Nimrod, az őse. Ezt nagyon, nem tudom, hogy hangsúlyoztam, ezt nagyon jegyezünk meg. Itt most ezt követtük az égbolton. Tehát ha a népnek a útját követem, hát akkor az a precessziónak a mentében fogja követni. Ha egyénként, akkor viszont a kicsi évnek a mentén, ezt így szoktuk nevezni, hát ahol a kosoknál a bikaj, aztán a bikaj késítve is. A precesszióban fordított az irány. Na, ennyit erről. Ha ezt most úgy megjegyezzük, akkor kérném a következőt, túl nem már permételjük. Na most akkor miről beszélünk? Tehát az előbbi, az Krisztus után 1200-as évek vége, 1300-as évek eleje, ez meg Krisztus előtt nagyjából 400 év. Tehát most vagy 5. évszázad Krisztus előtt annak a vége, vagy a 400 körül év. És ez mit jelent? Hát ez teljesen nyilvánvaló, hogy ebben a szarvasban lesz. Tehát az agancsán is lehet látni, hogy már ez nem az a szétágazó, hanem már kezd becsontosodni. Másrészt pedig föl lehet azon is ismerni, hogy ne légy szabályosan erről a fán. Most ez a fa, ez mit jelent? Tehát a fa minden szerves kultúrában, akárhonnan van a világban, és akármikor, mindig a tejútnak az egyik képje. És hát ez pedig a tejútról lép le. Természetesen, tehát a nyilasnak a második oldalán. Most, ha én ebben nem látom meg a nyilast, akkor tényleg szóljon ki a szemben. Hát akkor hogy kellene még megjeleníteni, hogy én egy nyilas lenne? És teljesen nyilvánvaló, hogy hova célod. Hát azt mondja, hogy utána ez ki fog halni, mert nem is a szarvasra. Persze, hogy nem a szarvasra célod. Hát ne felejtsük el, az íj és nyíl az eredetileg nem arra való, hogy gyilkoljuk rá. Az Káinnak a kezében válik gyilkos szerszám. A eredetileg mire szólnál? Hát amire az embutkizmusban mai napig szólnál. Mire? Ez egy meditációs technika.
az a neve, hogy az íj és íj ösvény. És mai napig használják. Jó leírása van, magyarul is olvasható. Valamennyi könyvben, ebben a könyvben is kedvem, minden idézem, egy Herrigel nevezető német szerző, magyar reformátor munkáját. Az íj és íj ösvény. Pontosan tudjuk, mit tudatosít az emberrel. Az, hogy az igazi célpont soha se kívül. Most ennek a filozófiának, amivel mi most foglalkozunk, tehát amivel az erkölcs igenis létező fogalom, a tisztesség létező fogalom, az igazság létező fogalom, ebben kulcskérdés, hogy az ellenséget soha se kívül kerest. Az ellenséget mindig belül kerest. És amikor én kifeszítem az íjat, ami nem könnyű dolog, kifeszítem az íjat, sehogy senki a közelben sincs, senkit nem akarok, se állatot nem akarok, se embert. De még egy veszőt sem akarok eltalálni, vagy egy patörzsöt, hanem belül keresem meg a célpontot. Mert ott van a nagy baj, hogy mi általában itt belül, itt nem számolunk bizonyos rossz tulajdonságokkal, hanem mit csinálunk, kivetítjük. És akkor ő lesz a rossz, és akkor ő ellenem. Nézd, találd meg belül, nem olyan könnyű megtalálni. Tehát ez a meditáció, ez tulajdonképpen a becélzása annak, ami bennem, de saját. Most fogunk ezzel a technikával találkozni, mondjuk, mert Nimrodnál nyilvánvalóan. Fogunk-e Attilánál találkozni? Mert ha így kérdezett, nonnál, hát fogunk találkozni. Mert arra biztos, hogy lesz még időnk, mert azért most a képek, hogy tudnék, Attilának van egy olyan akadálya, amit soha előtte nem tud. Vezérek, legyűrni, bevenni. De ehhez azt kell tudni, hogy Attilát az a hagyomány, amelyik részben ránk maradt, tehát a latin nyelvi hagyomány, az egyik ágában soha a története folyamán nem Attilának nevezik, csak a címben. Tehát teljesen nyilvánvaló, hogy Attiláról beszél, de közben már nem Attilának nevezi, hanem Aquilának. Az Aquila pedig sast jelent. Az Attila az a Turulnak a névváltozata. Vigyázat, ez azért nem ugyanazt jelenti. Tehát a Turul egy emelt fokozata a sashoz képest, de végig Aquilaként. Na most az utolsó nagy akadály előtte Róma nem akadály. Ezt tudjuk. El se kell menni Rómáig. Tehát jönnek eléje onnan a követségbe. Na de van egy olyan, ami kapuja Itáliának. Hát elfelejtsük el, Itália azért nem átjáró. Hát az Alpok azt nagyon jól védi. És hát ott egy bejárat van erről az oldalról, csak azt ők lezárták. Hát ezt már a római korban bevehetetlen erő, de hogy nevezték ezt? Aquileia. És Aquileia ostroma az egy rendkívül fontos próbatétel volt Attila pályáján. Ezt részletedni ott majd nem fogom, tehát azért kell itt elmondani, mert ugyanerről most így beszélünk. Tehát miről van szó? Ha én nem ismerem föl Aquileiában Aquilát, pedig nem arról nevezték el, vigyázzon. Tehát Aquileia volt az eredeti latin neve, de akkor már Attila korában ez nem Aquileia volt, hanem Attila. Aquileia. És mai napig is. Tehát azt jelenti, hogy neki azt kellett fölismerni, ami soha nem fogod tudni bevenni, hogyha nem ismersz benne magadra. Tehát neked magadat kell lenyűni. Miért? Azért, mert téged a világ győztes hadvezérként tisztel. De neked nem ez a szerepet. Tehát téged nem azért küldtelek, hogy hódíts, hanem azért, hogy gyógyíts. És ezt majd, ha visszatérünk egy pillanatra a koronához, nem képbe, mert az már nem kell, akkor látjuk, itt a két gyógyító szent. Tehát a magyar királynak nem az a feladat, hogy hódítson, hanem az, hogy gyógyítson. Na most tessék ezt megmagyarázni, egy folyamatosan győztesként előre haladó királynak, Attilának. Hát megmagyarázták neki. És megértette. Tehát az egyik legnagyobb tette Attilának az volt, hogy nem az ellenfelet kell legyen, itt van a gond, ezt kell megmondani. És abban a pillanatban Attila megadta magát, és abban megtalálta az eszközt, ezt most nem nézhetem el. Megvan az eszköze. Mondjuk áldozatba került, az kétségtelen, hogy áldozatba került, de sikerült bevenni, se előtte, se utána senkinek. Na, most akkor ennek csak annyi
további magyarázat, egészen nyilvánvaló, hogy itt magánemmi módon van szó, szkíta, és a hagyománynak nem biztos, hogy itt is Nimrodnak nevezték, de egy biztos, hogy ez a változata. És hogy csak égi célpontra céloz. Most ez a, hogy csak égi célpontra célod, ez végigvonul a szkíta, hun, avar, magyar hagyományon, beleértve egészen a dunántúli pásztorművészetnek a szarvasvadászat jelenetében. Pontosan lehet látni, hogy nem az állatra céloz, hanem az agancsok közül. Tehát azt jelenti, hogy most nem akarom magamat felszarvazottnak minősíteni, de a lényeg az, hogy ilyenkor ez egy mozgó, hogy mondjam, csak egy műszer. És azt mutatja, miután ez a tejútnak az ágazása, a bogazása, hogy most a tejúthoz képest nekem mi az útvonal. És azt kell tudni azonosítani. És ez annyira egyértelmű. Abban a pillanatban, hogy látom, hogy a puskája, mert most már a 19. század végén pásztorkészségeken már a puskával jelenik. Hát abban a pillanatban, hogy látom, hogy ezt lefelé igazítja, és már el tudná találni vele a szarvast, már nem népművészet. Ez már népies SCH-on. Tehát ez valakinek szuvenírnek készül. Látszik, hogy nincs benne már a hagyományban készítője. Na nézzük akkor tovább. Na, és akkor erre is hivatkoztam korábban. Ez a képes komikának az ide tartalom miniatúra. Általában úgy szokták kommentálni, minthogyha ez a testvérpál, mert szó se lehet. Szó se lehet. Ez egy kutyapecér. Szó szerint ugyanaz, aki nem ő, hanem mögötte lévő másik, ő pedig egyedül. Teljesen más a ornátusa, más a fejét vissza is itt van. Tehát nagyon érdekes, mert szó szerint összemossa a fiatal, tehát a fiúknak az életkorát és az apának az egyeniségét. Ugyanis a fiúkat csak kettősbe állít megjelen, tehát különben ez nem van valami, semmiképpen. Most azt is kell tudni, hogy ez csak érdekességként, hogy a Tali Hüngürüszben nem mind a két testvér útját követi. És nagyon érdekes, hogy a török hagyomány az nem a magyar vonalat követi, a hunor vonalat. És végig utána már külön hunorral foglalkozik, hunornak a kalandjaival, hát ezek azért mindegyik szakáros tartalmú, tehát nem hétköznapi értelme, de csak hunor. És egyszer csak úgy miért érzem, ez vonalat magyar. Most ehhez azt kell, ez is már kicsit inkább Attilához tartozik, de végülis mindegyik Nimrod vonalán. Hogy tudnélik, amit az előbb láttunk az ikrek csillagkép formájában. Igaz, hogy mind a két alkalmazott eszköz, tehát mindenet jellemzék, mind a kettő Attilára utal, de vigyázzad, Attila nem egyedül lépett fel, hanem egy testvér pár eddikeként. Most erről persze, de megölt a testvér, honnan tudod rá? Hát a képes kronika például. Kik írták azt a krónikát? Vigyázz, van a krónikának egy képi története, és van egy szöveges történet. A kép történet az a hiteles. És szemmel láthatóan néha így szétválik. Na most kik írták ezeket? Klerikusok. A klerikus akárhol tanították, ha megjelenik egy testvérpár, és utána csak az egyik folytatja, akkor az nem lehet más, csak Káin Ábel kettős. Vagy esetleg Romulusz. Mert nincs más előtt. Miért? Hát az már másik, az pogány, az elég érdemes a pasak. Tehát az írott szövegben néha olyan dolgokat lehet olvasni a képes kronikában, és nem csak, hogy makarja a fejét, nem hogy ugye, tehát ki most kinek drukkolsz? Tehát lehet érezni, hogy mert olyanokat ír a magyarságban, azt mondom, hogy hát ha ezt most írnák a nagy, mit tudom én, milyen szájtunkban, akkor azt mondanám, jó, hát ott a helyen van az illető. De hát azért mégre magyar kronikában. Nagy ritkán meri csak megtenni, de bizony benne van is. Hogy ő nem magyar, aki a szövegét ír. És őt nem itt képezték ki. De minden esetre hát akármit azért nem írhat, mert királynak írja. Tehát a király körül azért nem csak ő mozog, hanem olyan sok ismerünk. Tehát minden esetre az Attila-Buda konfliktusban egybe lehetünk biztos. Attila soha kezdése ellenére. Történelemben semmiféle nyoma nincsen meg. De semmi. Tehát igazán elég sokan írtak az ellenségei közül is Attiláról. Sőt, a többsége az ő ellenségeinek az utódjai. Hát tollából származik,
Semmi. Tehát csak a mondai hagyomány, pontosabban annak is a legendás előzménye az. Miért? Hát azért, mert hát csak egy modellje van. Ez pedig a Káinyi modell. Tehát megcsinálták Attilából Buda Káinyát. Nem tudom, értettük. Mi meg már elnézést a kifejezésért beszopjuk. Ez sajnos nem lehet más kifejezésen. Egy történetet hadd mondja, Attilához kapcsol már, de hát végül is állandóan róla is szokták. Gyerekek, tehát Keszthelyen úgy dolgoztunk, hát Molnár Jósával együtt, hogy óvodánál kezdtük, és aztán ahogy a óvodára lejöttük az iskola, akkor az iskolában is. A óvodő az egy, hát nagyon jó voltunk velük, tehát alkalommal mindig megbeszéltük a tanúságot. És egyszer mondja egyik óvónő, egy nagyon kiváló valaki, ő most is ott dolgozik, hogy azt mondja, olvasta, azt hiszem, vagy Móra Ferenc feldolgozásában, vagy még Jókainak is van feldolgozása a Honnan Magyar történetben. És folytatásában eljutottak Attila Buda történetéig is. Hát ezek végül is jól értesült szerzők, Jókai és Móra Ferenc is. Tehát leírja szépen Attilának a tetteit, dicsőségét és így van, és aztán egy ilyen mondat jön, hogy és akkor megharagudott Budára, és utána megölte. Azt mondja, fölsírtak a gyerekek, és üvöltöttek, hogy nem igaz, nem igaz, nem igaz, miért hazudt? Tehát egyszerűen jól látható, nem következik ebből a jellemkéből, de szóval se jöhet. És akkor hát megijedt egy kicsit a tanítani, és úgy jövett, hogy most ehhez én mit szólok. Hát mondom, miért hazudott? Nem kell hazudni. Tehát ez van leírva. Akkor is hazugság. Semmiféle történeti alapja nincsen. Úgyhogy menjen csak szépen vissza, és nyugtassa meg a gyerekeket, hogy ez egy tévedés volt, nem kell hazugságot feltétlenül elemlegetni. Ez egy tévedés volt, elég baj az, hogy bekerült a tananyagba, de ti nektek most már tudni kell, hogy erről szó sincs. Elejétől itt kétfajta magatartásról van szó. Az Attiláé, az az aktív életmód. Ezt középkorban latin nyelven úgy nevezték, hogy vita activa. A másik pedig az ezt kiegészítő és segítő, az pedig a vita contemplativa, tehát az elmélyedő életmód. És ez normális esetben egyénben is így játszódik le, csak ott időben követik egymást. Tehát egy hullám természetű létezés. Ez azt jelenti, hogy van egy kor, amikor én kilépek a színpadra, akár akarom, akár nem. Miért? Azért, mert kényszerű az a közeg, amiben beleszülettem. Mert nem nézhetem el, hogy mellettem igazságtalanok valakinek például. És akkor ki kell lépni, nincs mese. Na jó, de ahhoz én energiát használok-e? Ha én ezt nem töltök utána, akkor le fogok merülni. És akkor utána az első utcagyerek már elgácsol és életetet. Tehát itt vigyázni kell, mert ami energiát én erre használok, utána le kell csitulni, szépen elemezni, hogy mit csináltam túl erőltetve, mi az, amit elmulasztottam, felvigyel, és itt tehát meg kell az egészet emészteni saját táván, és utána léphetek megint a színpadra. Na most ez a kettősség tökéletesen érzékelhető Attila és Buda kettősége. Buda neve pedig egy teljesen érthető név. Hát Buda nevét még véletlenül sem merik kiejteni, ez azonos azzal, amit mi teljesen hibásan Buddhának ejtünk. Buddhát sehol nem egyébként. Buda, ez a neve. És ez az elmélyedő életmód legtipikusabb képviselője az egyetemes művelődésnek. És ez mit jelent? Az, hogy ha én őt kiiktatnám, ha volnék ilyen ökör, vagy őrült, akkor azt jelenti, hogy ameddig tart az előző energiám, tart intézkedem, és akkor egyre nehezebben forgatom az Isten kardját, aztán nem erülök, kiértem a kezembe, és utána kész. Létkérdés, hogy Buda megmaradjon, és Buda háttérből segít, szellemmódon. Na most én ennek voltam tanulja egyébként, Bobiugoroknál kinnagban, ott partján, ahol még ezt sámánizmusnak nevezik, tehát ott még ez a kettőség nagyon megvan, testvérpárban volt. És miután molesztálták az egyiket, aki a fő szerepet, a Attilai szerep volt, molesztálták, egyszer csak látom, hogy a másik a háttérben egy, és így beforgva a fal felé, valamit mondani.
És nem sikerült megmutatni ezt a testvérét. De nem a saját erejéből, onnan kapta az erőt. Tehát egy teljesen értelemszerűen jól működő előadásról van szó. És mi meg állna villognak. Már ugrik föl a hordóra, mert neki mondani magában meggondoltak lehet. Tehát ha nem tudom a közvetlen környezetemből ezt az energiát biztosítani, magam pedig állandóan szerepelni akarok, hát akkor megnézhetem. Tehát ezeket azért jó tudni, mert rögtön érezzük, hogy itt nem tegnapi kérdésről van szó, vagy 5000 éves kérdésről, mai napban ér bele. És ha nem tartom számon az ő tanulságaikat, akkor megérdemlem, hogy akkor naponta kapjam. Jó, kérdezzük meg. És aztán most egy olyan kérdésre, egyáltalán nem számítottak itt, hogy itt egymást fárasztjuk, és abban én a tiszteltársam, mert ezt a kérdést most én gyorsan elintézném, ez most két kép, és utána esetleg egy szünetet tartunk, jó? Jó. Azért elég sok olyan dolog volt, ami hát tovább mondhatásnak. Na most, egy elég furcsa ábrát fogunk itt látni, aminek a lényege a következő. Nem tudom, hogy mennyire vannak tisztában azzal, hogy mondjuk egy Lauder iskolában ma egy beiratott, teljesen szabályszerűen egy zsidó gyereket hogyan tanítanak, mondjuk mit gondolnak. Történetesen családban mondanám, hogy van egy példa, tehát tudom a magyarázatot. Következő a helyzet. Ezt én most fölolvasnám, jó? Utána saját szövegem, tehát nem én arról az, hogy megfutok itt a felelősség alól. Igaz, hogy nem is tudom olvasni, mert most már ehhez kevés a fény. Jó, komolyan. Tehát lényeg az, hogy adva van két ős atya. Az egyik Nimrod, a másik Ábrahám. A mitológiai enciklopédia az egy kétkötetes hatalmas munka, minden nagyobb könyvtárban megvan. Utána lehet nézni, mégpedig úgy, hogy Ábrahám címszó alatt is, és Nimrod címszó alatt is. Mind a kettő a judaista mitológia címszó alatt. Na most érdemes mindig megnézni, hogy rólunk másnak milyen a véleménye. Egyáltalán mit, meg ő nem értünk meg bizonyos napi kérdéseket. És elfoglaltam, tehát azzal, hogy érdekel, hogy neked mi a véleményed rólam. Mert azt látom, hogy úgy viselkedsz velem szemben, mint hogyha én egy apagyilkos lennék, és az apa azt történt, és a te apám lenne, nem az egyik. Tehát teljesen érthetetlen ellenszem, ami sugárzik a viselkedésen. Hát szeretnék tudni, hogy ennek milyen alap. Tehát te magad hogyan indokolnál ezt. Na most a helyzet a következő. Adva van, és itt a források mind megvannak. Tehát ebben is egyenesbe idéztem, aztán ebben az anyagban, ami már egyenes fénymásolat a mitológiai enciklopédiából. Hát itt van például a Ábrahámra vonatkozó rész, és aztán külön van itt van a Nimrodra vonatkozó. Mind a kettő egybehangzóan mondja. Tehát miről van szó? Ábrahám a bibliai szöveg szerint Ur Kasdémból jött ki. Na most ezt, mint várost, vagy városállamot, ezt a mezopotámiai úrvárosával azonosítják, amelyik sumer időkben egyik központ volt. És annál nagyon későig élő központ, mert az új sumer korban is újra központ lett. Az úri király sírók az nem a legrégebbi sumer kultúrához tartozik, hanem az akár utáni. Tehát ott már egy másik típusú óra van, utána megint újjáélet. Na most, tehát innen jött ki, de ennek a neve, ennek a Tóra szövegében, tehát Mózes első könyvében, Ur Kasdim, tehát így is idézik. Na most, ennek a passzusnak a kommentárja, megvan, hogy melyik rabbi, ezt tudjuk, hogy van egy külön ilyen neves rabbiknak a vélemény, kommentárjának a gyűjteménye, ez nem egyfajta, a legismertebb ezekből talán a Talmud, amit úgy lehet, ha leismertebb, hát nem nagyon lehet ismertebb, nem mondják kézbe. De lényeg, nem is szeretik, ha nem olvasgatja, de lényeg az, hogy ez tulajdonképpen a
Tórának, a törvénynek a használati utasítása. Tehát hiába van a Tórában is elég sok minden pontosan leírva, de az, hogy te most hogy használ, mikor ő vele tárgyalsz, mondjuk gazdasági ügyben, azt már nem a Tórából fogja megtudni, hanem a Talmudból, és ott azért elég részletesen van. Tehát mindesetre ennyiben jó tudni, hogy az, amiből én most idézek, az pontosan megadott forrás, tehát nem is arról van szó, hogy valahol a Talmudban, pontosan meg melyik rabbinak, és ott oldalszámra is, még ott is pontosan. Hát ezt akartam olvasni, de így most vagy elhiszik nekem, vagy nem, de hát utána lehet olvasni. Megadtam a mitológia, enciklopédia mind a két cím szó. Mind a kettő a judaista mitológia alkalma. Nem olyan nagy vicc megtalálni. És akkor következő van, ő kijön Ur-Kazdinból, de miért? Tehát kijön Ur városából, Hamtában. Úgy írják őt le, ez most végig a héber hagyomány, tehát vigyázzat, itt nem őket szidalmazó ronda antiszemitákról van szó, hanem a saját hagyomány. Judaista mitológia. Na, és akkor azért, mert az ő apja, akit meg is neveznek, ő nem csak bálványimádó volt, hanem bálványkészítő. És akkor ott összevesztek, tehát le van írva ez is, hogy milyen részletek, de ezt most már nem ismertetem, az nagyon messze innen. A lényeg az, hogy eljön onnan, de előtte még, mielőtt még ő kivonulna, Nimród, aki annak a vidéknek is királya, mert ő egy egyetemes király, így tételezi a judaista hagyomány, ő tüzes kemencébe vetteti. Miért? Mert nem hajlandó bálványokat imádni, sőt, őt magát, Nimródot is kellene, hogy imádja. És akkor az ember eltűnődik, hogy gyerekek, nem túlozzátok ti itt a dolgot? Szóval muszáj ennyire befeketíteni ezt a Nimródot? És akkor hol vagyunk még a végétől? Hát a múltkor egy csak Nimródról szól előadásban, én ezeket szépen egyenesbe olvastam. És akkor mondtam, most már tulajdonképpen egy valami hiányzik, hogy apa gyilkos legyen, meg az anyját megerőszakoljon. És akkor mondtam, hogy várjátok, majd az utolsó lesz. Tehát miért? És tényleg fel is olvastam. Tehát azt jelenti, hogy ami mocskot lehet, tehát Attilára is tényleg rászortak minden. Na de hol van az a Nimródtól? Szóval amit el lehet képzelni. Na most hát ugye ebből gondolom, hogy azért kitaláljuk, hát ebből még a veszünk se igazak, de lehet érteni. Tehát tudja az ember követni, hogy mi a célja ennek, és bizonyos történeti részeket az ember tetten is érhet, hogy mit, miért, és éppen így érte. Na például ezt miért? Még ugyanebben az enciklopédiában, aminek a magyar szerkesztője, ez egyébként egy orosz kiadlány volt, történetesen egész jól orosz kiadlány. Ennek Hoppár Mihály volt a magyar szerkesztője, azt hiszem, hogy elég ismert név. Ő a sámánizmusnak lett Diószegény Irmos után talán a legismertebb kutatója, írt róluk két könyvet is. Tehát lényeg az, hogy azért eléggé megbízhatóan lektorált könyvről van szó. Na most leírja, hogy ez a, egyáltalán min alapszik ez? Tüzes kemencébe vette. És kiderül, valószínű írja ő, vagy és volt ez, hogy szójátékon, vagy félreértésen alatt. Ugyanis az Ur-Kazdin kifejezés, és nincs több adat, ennyi van. Az Ur-Kazdin olvasható úgy is, emlékszünk még ugye, hogy mit jelent a mással hangzóírás, tehát többféleképp lehet hangosítani, olvasható is, most esik figyelni. Kazdini tűz. Tehát magyarul az Úr város nevéből, mert ha Kazdini tűz, akkor csak az Úr jelenthet tüzet. Tehát Úr város nevéből tüzet olvas ki, azt rögtön kemencébe teszi, és a kemencébe ezzel a csúnya Nimróddal beledobhatja rá. Utána semmi, de semmi alapján nincs. Na most tessék megérni, itt a történet. És ez az úgynevezett Arany Hangádából való, ami Spanyolországban született. A Hangáda sem nem a Tóra, sem nem a Talmud. Tehát van egy közbülső rész, ahol tulajdonképpen részben mesés, részben kegyes történetek vannak felsorolva. És abban az egyik történet pont ezt meséli el, és ennek egy illusztrált változata. Na, itt mondja az ember, jó, hát magatoknak nyilván annyi rosszat mondtok el rólunk, amennyit akartok. Tehát ezt nyilván nem tudom
ellenőrizni, se hát a kezembe se adják, teljesen friss a kiadvány is. Eddig én egyetlen egy helyen láttam ennek illusztrálását, nem ez volt, ez egy másik volt. Tehát illusztrálni se nagyon illusztrálták, meg hát ezt úgy magunk közt. Szóval legyen okuk gyűlölni Nimrodot és leszármazottait. Na most ez két dolgot kell tudni. Mindaddig, amíg én Nimrod leszármazottjának tartom magam, addig én mindig sáros leszek, milyen ügyben? Holokauszt ügyben. Aztán, hogy talál-e rá konkrét történeti esetet, amivel ezt alátámasztja, ez már ügyesség kérdés. De ha történetesen majd egyszer feloldják ezt a törvényt, de nyilván nem az én világ végéig lesz ez törvény, én nem nyilatkozhatom nyilvánosan olyanról, mert tények állnak rendelkezésemre, mert különben két évig terjedő döntőt kaphatok. Tehát ilyen törvény nem lehet, ez ember ellenes, ez teljesen nyilvánvaló. Tehát nem lesz az ilyen világ végéig törvény. De hát addig is. Azért szóval utána tud nézni az ember dolgoknak. És minden esetre, ha föloldják ezt, mert attól vagyunk, mi bűnös nem lettek. Akármit csinálunk, egy sajtóban is el fognak hivatkozni. Tehát teljesen mindegy nekünk, hogy most teszünk-e valamit ellenük, nem teszünk ellenük. Akkor is Nimrod unokája, de már akkor tüzes kemence. Világos? És akkor az ember azt mondja, valahonnan nekem ez ismerős ez a tüzes kemence. Honnan lehet ez a ismerős? Ja persze, hát a Tórában van. De honnan? Dávid történetében. Hogyan? Tessék elolvasni. Sámuel második könyvében gyönyörűen leírja. Rabba városának az elfoglalása. És miután már egy szálig leküzdötték, maradjunk ennél a kifejezésnél, az ellenálló hadat, utána kihozatja a polgári lakosságot. Ott már egy darab fegyveres nincsen. Apraját, nagyját, öreget, fiatal, nőt, férfit, anyukát, apukát. Kihozatja őket, és négyféle módon, mert ugye várjunk, azt delektált, tehát látogatosság. Az könyörködteti. Az első, én abban a sorrendben mondom, ahol ott le van írva. Sámuel a második könyve, tessék megkeresni. A számot nem mondom el a többit, le van írva egyébként. Másik csak szépen beleolvasni. És akkor az első egy negyedét a városnak szétfűrészelteti. Polgári lakosság. Szétfűrész, érdek. Második egy negyedét fejszével szétvágatja, természetesen élne. A harmadikat gerebével, tehát ezt többféleképpen is fordítják, szét gerebészte, de élve. És a negyediket a mészégető kemencébe elégetteti. Nem tudom értettem. Tehát van itt holokauszt. Ja, és ez nem egyetlen város, ez csak egyet nevez nevén, hanem az ammoniták mindegyik városában. Na most akkor számoljuk. Volt holokauszt, vagy nem volt holokauszt? Tehát, és ennek tessék utána olvasni, nekem egy szavat ne higgyék el. Tessék utána olvasni. Tehát igenis le kell fenni, kell valami olyan bűnös, akiről elhitettem, hogy tüzes kemencébe vettett az én ősömet, és miután ezt én találtam ki előbb, tehát innentől kezdve már szót sem adunk neki. Nem tudom, hogy egyáltalán elmondja, hogy ne arra, hogy ennek semmiféle alakja nincs, amit te mondasz. Már akkor te, hiszen te égen, akkor te is helyesned, ugye, hogy az én ősömet tüzes kemencében érdekel, és akkor olyan nagy szó. Ezeket ne arra vegyük, hogy most gyűlölködés alapjához szolgáljon. Eszükökben ne jusson. De tudják. Kell tudni. Tehát ezekről minden olyan embernek, aki valamire tartja, Nimrodot, igenis kell tudni. Azt nem kötelező, hogy nagyra tartsa, lehet gyűlölni utána, és tovább egy más kérdés. Azért még senkit nem büntettek, hogy mi voltunk utána. És ez azért így van. Na most, ami különösen érdekes ebben a történet, jó, hát itt az ember azt mondja, hogy jó, hát ti történtetek, ti ezt így tartjátok számon, hogy miért nem, az egy más kérdés. De jó, ott van a helyén. Na de, jön a következő két út. És akkor azt mondja az ember, hogy Mátyás gradulál. Gradulál az egy egyházi ének gyakorlatnak a szerkönyvvel. Ekkor énekelnek, és hát énekeket
ebben a változatban, ez Mátyás király koordinájának egyik kötete, és abban illusztrálnak is, nem kötelező, illusztrálják, de ebben illusztrálnak. Na most, aki elemezte a képet, mert ez megjelent, az hiszem, 1980-ban vagy 82-ben. Tehát, de hogy, de 1980-as évek. Talán 80-ban. Itt van az adat egyébként, csak most nem akarok. Na, a lényeg a következő. Úgy írja le, mintha soha nem hallott volna Nimród és Ábrahám közös kemencéje. Miért? Mert ez most Mátyás király könyvtárában be van mondva. Mert ugye nem tiltakozott ellene, tehát egyetért vele. Nem tudom érteni. Ha nem, akkor újra elmondja. Tehát Mátyás király könyvtár. Teljesen egyértelműen a Nimród tüzes kemencébe vett Jákvár. Szólt ellene Nimród leszármazott, Mátyás király önmagát Nimród egyenes árnyi. Magyar királyként igenis egyenes árnyi. Más kérdés, hogy valószínű tényleg az is volt, de külön kérdés. Tehát szólt ellene? Nem szólt. Nincs semmi adatod. Hát akkor te elfogadtad. Nem tudom értetően. Hát akkor te elfogadtad, hogy a te ősű Nimród tüzes kemencébe vetette az én ősömet, Ábrahám. Hát akkor te, hát te holokauszt ügyben különös vagy, hé, értetted? És az egész népben is. És Mátyás úgy látszik, hogy nem vette észre. Hát hogy vehette észre akkor a Korvina gyűjteményben, és ráadásul egy graduál. A graduál nem áll a fő énekszámok közé tartozó. Tehát ez azt jelenti, hogy ez nem egy Missalénak a megfelelője egy ilyen énekes könyv. Tehát azt jelenti, hogy jó, ott van a könyvtár, szépen van, volt benne egy észak-itáliai illusztrátornak a műve, és a többi az egy ilyen elég másodlagos jelentőség. Tehát nem volt semmilyen szempontból kitüntetett ahhoz, hogy én mindenképp kezembe vegyem, megnézem, hogy én is már mit állítottott itt. És semmi nem is kapcsolódik a szöveghez. Tehát Kántor Böjtre való szövegrész, semmiféle kapcsolódik. De szépen meghozta. Tananyag lehet. Na, akkor most szünetet. Ére nem birka combot, hanem borjúnak a combját szúr rá. És olyan hosszú a bot, hogy körülbelül egy ilyen arasznyira a sas csőre elé fölött van. És ezt elakát kiéheztetik persze a sasokat előtte, és akkor a sasok elindulnak a comb felé. Miután az fölöttük van, tehát fölfelé. Tehát viszik őt, ő pedig hát folyamatosan tartja előttük. Na most ebből rögtön mit von le egy hithű arab? Hát ez nem csak hogy egy, mit tudom én, egy zsarnok, nem csak ilyen meg olyan, hanem még csaló is. Tehát egyrészt ilyen primitív, hogy azt hiszi, hogy egy ládában majd ott föl fogják tudni vinni, hanem még ráadásul meg is csalja azokat, akiket kihasznál, mert azok viszik föl. Nem tudom, érthető. Tehát szépen ugye a rossz pontok szaporodnak Nimród káderlapján. Ez egyébként az enyémben is ugyanígy szaporodtak annak idején, már acélkorszakban. Tehát gyakorlatilag már nincs is hely ott, tehát igazából nincs is mitől félnek. Na minden esetre, tehát szaporodnak. És akkor ezek után, hát ő fogja az íját és nyilát, és akkor kilövi, és ez a Jibril, ez a Gábrielnek megfelelő ott, ez egy arkangyal, elkapja a nyilat, nyilvessző, bevérezi, hogy honnan vesz ott vért, azt nem tudom. Lényeg az, hogy bevérezi és visszadobja neki. De most már nem csak Nimród csal, hanem Jibril is csal. Ugyanis ő ezzel elhiteti Nimróddal, hogy ő megsebesítette az Istent. Ezzel jön ő vissza, és hát nagy dicsőséggel, hát végül is legyőzte az Istent, meg tudta sebesíteni. Most itt már az ember azért vakarja a fejét, egy kicsit azért nem vetettétek el a súlyt. Na, de. Még jön, majd még jön. És akkor a következő van, az ember eltűnődik, hát ez azért egy vándormotívum lett, tehát ne felejtsük el, ez mondom, a Nagy Sándor történetben él. Tehát elég nagy területen elterjedt. És az ember úgy elgondolkozik, hogy kik körében terjedt el. Hát bármilyen furcsa, még az ószlávok területén is elterjedt. Tehát még ott is ábrázolják. Tehát Nerli, vagy a Demeter templom, ez a Dmitriszki szobor, ez a Vladimirban, tehát ezek a kievi rusz
művészetének vagy kisugárzásának ezek a fontos állomásai, és ott is ott van, tehát dombolműben ott van kifaragva. Tehát ez azt jelenti, hogy az embernek el kell tűnődnie most, ti mit értettetek itt félre? Mert hát azért ez egy nagyon fontos motivum. Tehát ez azt jelenti, hogy ilyet nem lehet csak úgy kitalálni, hanem valószínűleg ti ezt valamit örököltétek, nem értitek meg, viszont kapóra jön, mert így tovább lehet sötétíteni Nimrodnak a képét. És akkor egyszer csak leesik egy tartusz. Hát mi ez az íjés nyíl? Hát mi már ismerjük. Hát ez az íjés nyíles fénye. Tehát ez azt jelenti, hogy ez a meditációnak a legmagasabb fokozata. Tehát ez mit jelent? Ez az, hogy ő az íjés nyíl ösvényén, amit meditációs módszeren keresztül próbálja megközelíteni az Urat. De hát akkor az miért mégiscsak hát lő? Hát hogy nevezzük ezt ma magyar nyelven? Imáival ostromolja az eget. Nem ismerjük a kifejezést? Tehát egy nagyon erős imádkozási, vagy hát elmélyedési gyakorlatról van szó. És tökéletesen az összes többi adat az ehhez kapcsolódik. Na most erre kérdezi az ember, hogy hát ha valaki ennyire nem ért valamit, miért nyilatkozik ő? Na de hát kapóra jön, hát be lehet feketíteni vele azt, aki hát mint már tudjuk, milyen gazember volt, mert az én törzsatjámat tüzes kemencében. Nem tudom, érthetően. Tehát jönnek egymásra a hazugságok, az egyik az előzőt igazolja is, meg súlyosbítja is. Hát ha ő ilyen, hát akkor arra egyből elhiszem, hogy ő tüzes kemencébe vettetett egy ártatlan ember. Tehát ahogy én tudom a bűneit szaporítani, úgy lesz egyre hihetőbb minden előzőileg ismertetett bűne. És egyszer csak az van, hogy ne is mondd semmit, kimondtad, hogy Nimrod, én már tudom, ez már minden, ami gazemberség csinált, megtévesztett, becsapott, ugye legyilkod, és magát az Istent is le akarta lőni. Na most ez az a hagyomány, ami tulajdonképpen általánosnak nevezhető. És ami pedig nekünk szól ebben a hagyományban, az, hogy tessék már nézni, hogy ez az a fajta kettősség, amire mi azt mondjuk, hogy humor-magyar típusú. És akkor ebben van egy idősebb, meg van egy fiatalabb. Az idősebb az az ég felé nyilaz, a fiatalabb meg a föld felé. Tehát ez mit jelent? Ugye az öreg az már tudja, hogy be fog következni a dolog, tehát még mielőtt itt jelenik meg, már megcélozza, nem lövi le, megcélozza. És el is találja, tehát tudja, hogy mire vigyázzon. Tehát pontosan tudja, hogy ha itt most megjelenik egy ilyen vagy olyan öltözékű, ilyen és olyan, hogy mondjam, csak hajviseletű valaki, akkor valószínű, ez most mondjuk Debrecenben lezajlik, akkor valószínű lesz, hogy ezt meg ezt ki fogják telepíteni, aztán ezt le fogják bontani, akkor itt most egy utcát fog, nem tudom, ismerjük el, de Debrecenben nem biztos, hogy semmi járnak, de hát teljesen átépítették a belvárost. Miért? Azért, hogy egy népségnek helyet csinálják. Tehát az ember nem akkor tudja meg, mikor már ott van, bontják, már építik az utat, ahol soha nem volt út, hanem akkor, mikor először megjelenik a élet. Tehát akkor kell tudni, hogy hogyan fog viselkedni, miért, mert ismerem a múltunkat, a közös múltunkat. Pontosan tudom, hogy hogy fog viselkedni. És ez nem azt jelenti, hogy most én elkezdek pimaszkodni, mert nem azt jelenti, hogy pofoszkodni kezdek vele, nem fogom rugdosni, nem fog, csak megfelelő ellenintézkedéseket tudom. És meg is teszem. Tehát értéket nem hagyok prédára menni, mert tudom, hogy az ő kezén prédára menni. És ezt viszont igenis vállalom. Na most egy nagyon szép példa, ezt mondom, ismertük már, hát ezt elég sokat szokták vetíteni, de azt ritkán teszik hozzá, hogy ez azért egy nemzedéki kettős is van. Tehát amelyiknek több a tapasztalata, az már az okokat fönt keresi, mert ez a mind fent, úgy, nem lent, bent. Tehát vigyázzat, a magyar nyelven az F-nek nem az L látó hangja, hanem a B. Tehát nálunk nem úgy van, hogy mint fent, úgy lent, hanem mint fent, úgy bent. Vigyázzat, nem ugyanazt jelent. Én nagyon nem ugyanazt jelent. Tehát itt, ha nem tudom a nyelvemet használni, hát akkor harapjam le, de hát azért már elnézést kérek, nem véletlenül kaptuk ki a magyar nyelvet. Tehát ezen meg kell érteni dolgokat. Tehát ha én az Istent fent nem találom, akkor lenn ott a porban. Bocsánat, hogy nem ott van, itt van. Itt van.
ott keresni. Tehát abban a pillanatban értem, hogy neki már szabad föld felé, tehát ott megcélni dolgokat, őnek ugyanazt a földön kell megtalálni. Megtalálni, nem megölni. Na, itt értem meg, mindenki mit csinál, amikor fölemelkedik. A Jóisten ezekkel a ostrom, hát hogy mondjam, erős imádságokkal. Néhány példát tudnék mondani az egészen közelből, hogy teljesen reménytelen esetet. Igenis közös imádsággal, erős imádsággal, olyan állapotban lehetett hozni, hát valószínűleg ismerik is az illetőt. Molnár Józsefről van szó, és olyan kiváló állapotban. És már több, már négyen alkalom magot olyan helyzetben, hogy gyakorlatilag már feladták a Jósot. Tehát nehogy már azt gondoljuk, hogy ezek ilyen nagy szöveg, persze, imádság, persze. Jó, hogy ennek nem kell, nem, nem tetszik így benne, gyakorlatilag nem hiszel benne semmi, semmi nem kötelező. Egy biztos az eredményt látjuk. És legalább kettőt tudnék még teljesen saját közvetlen tapasztalatban mondani. De olyan, hogy már teljesen feladták az életet, és minden okok megvolt rá, hogy feladják. És én is vidám, és semmi van. Na, akkor kérném a következő. Hát akkor csak olyan példákat mutatok, amik eléggé ismertek. Az előző is az volt, ez a Nagyszent Miklósi kettes kancsónak az egyik ábrája, ez pontosan az, amikor a kicsi íj a lila, nem a saját közegében céloz. Tehát jól látható, ez nem a saját nagyságrendjében célozza meg, hanem még csak veszélyként. És ha itt nem tudja becélozni, akkor mire már megjelenik a közvetlen könyvéletében, ott már vég a világban. Menjünk is tovább, mert ezek csak arra példák, hogy megvan a mi hagyományunk. Na most, ami nagyon lényeges a továbbiakban, az, hogy óriásról beszélünk. Tehát az egyik jelzője ugye a vadász volt, a másik pedig az óriás. Na most, az óriásnak a magyar nyelvterületen ugye Oriont nevezik. Róna királynak is nevezik, óriásnak is nevezik. Tehát különböző neveken él azt a hagyományban. Ezeket még a 1900-as évek elejéig lehetett gyűjteni, tudjuk az első világháború kitörésig. És addig gyűjtötték és föl is dolgozták, tehát ezek elérhetőek. Na most ez a kép egy francia, 1600-as évek, 1858-ban született ez a kép, és egy ilyen, mindjárt mondom a nevét, Nikola Poussin, Poussinnak írja le a nevét, elég ismert egyébként, ennek a kornak egy vezető francia mestere volt, és ez a görögöknél maradt Orion hagyomány. Most Orionnak, mint óriásnak van egy leszállási vonala, ezt én most részletezni nem fogom, mert akkor a világig nem jutunk el. De lényeg az, hogy benne van ez is a mitológiai enciklopédiában, ez a héber hagyományban, tehát az Ószövetség hagyományban Refaiták címen megy, és ez egy elejétől végig negatív módon jellemzett társaság. Nem a Ószövetség, tehát nem a Tórában van benne, de a kapcsolódó irodalma az, amit most fogok mondani, hogy adva van egy ősük. Ezeknek az óriásoknak, őt Ógnak hívják, és állítólag, ez szerint hát azt hiszem ez a Targum hagyományozási vonalában maradt meg, de benne van a pontos forrás is, hogy ez az Óg a Noé bárkájában vészelte át a vízözön. Jól lehet, hát tulajdonképpen úgy tudjuk, hogy oda csak a Noé családtagjai kerültek be, megállhatók. Tehát ezt az ember nem nagyon érti, ráadásul ez egy óriás. És ráadásul azt is leírják róla, hogy ez azoknak égből érkezett, ugye Isten fiaknak fordítják ezt általában, ami már Mózes első könyvében szerepel. És akik, hát ugye a föld lányaival párosodtak, és így óriások születtek. Tulajdonképpen ezt lehet olvasni a Mózes első könyvében, mindjárt elején. Tehát az özönvizet közvetlenül megelőző időszakban. Ezek ellen hát indították el az özönvizet. Most állítólag ez az Óg egy emberként megmenekült. Aztán mégis családja lett, hogy hogyan. Egy ekkora, mondjuk egy ekkorával házas, nem tudom, milyen belőle. De lényeg az, hogy ilyen óriások sorozatban születtek, ezek a refaiták. És most tessék megfogózkodni, ezeknek következő
hát származékaik vannak, az egyik az Orion, az óriás és a nagy hát, ember, és akit megvakítottak. Mégpedig ez egy hosszú történet, benne van a részletezése is a enciklopédiának, tehát nem hibájából, annyi volt a hibája, hogy lerészegítették, és egy após jelölt, és utána, miután ő részegnek, tehát megvakították. Most ez a részegsége nagyon vigyázott. Tehát a részegség általában a mondai hagyományunkban és a saját népmesei hagyományunkban is. Ez mindig a révülésnek a szinonimája. Tehát egy révült állapotról van szó. Ami egy magasabb rendű tudásnak az elnyerése érdekében történik, ezt kihasználhatja viszont a vendéglátó, mert ilyenkor tehetetlen az illető. Tehát nincs itt teljes testvéri voltával, azt csinálja, amit akar. Na most ez a bizonyos úriember, a fos jelölt megvakítja, és az emberek elkezd gondolkodni, minthogyha ilyen megvakított óriással mi már találkoztunk. És akkor hát, hogyan tudja visszanyeri a látását Orion? Hogy nem részletezem a történetet, mert kicsit hosszabb lenne, mint látható a vállára egy gyermeket, aki itt Héfaisztosznak a egyik segédje, ő vele, ő elvezette őt a tengerpartra, ahol a felkelő nap fényétől visszakapta szemét világot. Aztán ilyen tovább lehet kalandot. Most nem emlékeztem, hogy egy óriás vállán visz valakit, aki elvette őt a tisztánlátásra. Na jó. Majd mindjárt visszatérni, nem ezt letíteni fogom őt is. Na, a kérjünk a következőt. És akkor nem én mondom, leírja, pontosan leírja, ebben a refaitáknak a sorában ott van Óriát. És akkor az ember azt mondja, hogy érdekes dolog. Hát ez egy festett, kazettás templomi mennyezet, Szilágy Lottért, Szilágyságnak, ennek az egyik kazettája. Na de ezen a kazettás mennyezeten Dávid meg se jön. Most az ember megkérdezi. Gyerekek, ti most tulajdonképpen kinek gondoltok? És az ember nagyon eltűnődik, mert ugyanakkor esetleg megjelenik. Neki a testisége nem jelenik meg, de a lelke, akár honnan nézett, piros felér zöld. És ezt nem tudom, nem tegnap festették. Tehát ez 1700-as évek második fele, amikor állítólag még nem is volt piros felér zöld, ami zászló. Miért? Mert egy orosz nagyhercegnő javasolta nekünk. Hát persze, mindegy, honnan csak máshonnan jöjjön. Tehát ezek már olyan őrületek, hogy az ember már nem is meri elmondani. Pedig ezek bizony benne a Wikipédián. Benyomjuk, Mária is előtt, piros fejlőd, igen, bizonyos nagyherceg, ez a, hogy hívják, volt a József Nádornak volt a felesége. És hát ő, hát nem lehet, hogy ne legyen ezeknek piros fejlő zöld. Tehát van piros, itt van fejlő, zöldet tegyétek már. Ez nem mondom, ennyire hülyének néztek bennünket. Igen, na és igen. Addig mondjuk nektek, hogy diszkók vagytok, mi el nem kezdtek röfögni. Nem tudom, érthető ezt. Én saját fülemmel hallottam, ez egy tévés mondás volt annak idején, 1960-as évek második felé. És teljesen nyíltan mondom, igen, addig fogjuk ezeknek mondani, hogy disznók, amíg egyszer csak elkezdenek röfögni. Hát itt a Kossuth térről is hallottam a röfögést, már Kolozsban, meg a hősök terén is röfögnek. Szóval hihetetlen, mit lehet beadni. Aki ura a médiának, az ura mindennek. Na, akkor te. Ez azért fontos példa, mert nem tudom, mennyit ismerünk ilyen ábrázolásból. Általában úgy szokták Góliát ábrázolni, hogy nem őt, hanem Dávidot. Ilyen suhanc életkorú valaki, és akkor a kezébe így tartja a fejet. És akkor az ember nézi ezeket a festményeket, és azt mondja, ugye homlokán találta el. Na nem ő, hanem a kő. Hát ő nem nézi be a kezét. Na ne! Ez a kő. És akkor nézi az ember ezeket, és azt mondja, hát hogy a fenében mindegyiknél szemre emlékeztet ez? Hogy milyen kő lehetett ez? Akárhonnan jön, akárkit talál el, ilyen szem jön elő. De olyannál is, aki teljesen
naturalisztikusan, látványi és jelen, például egy Caravaggio, tehát a késő reneszánsz időszakban. És ismert képen is egy változatba festettem meg. Először is, akit a kezében tart ez a suhanc, az pont Caravaggio önarcképe. De nem a Dávid feje, hanem a... És akkor az ember elgondolkozik, hogy ez valamit tudott ez a Caravaggio. Másik pedig, hogy teljesen szem alatt. És az ember ez egyszer csak leesik egy tant. Ez a harmadik szem megnyitása. Hát ez eredetileg nem gyilkos dolog volt. Hát ez a régi énjének az elhalása és egy új világra való ráébredés. És akkor az ember megint leesik egy tant. Hát én ezt ismerem a magyar irodalomban. Kitől? A János Vitéz gondolom senki nem olvasta. Na, hát mit csinál János Vitéz? Itt van az óriások királya. Fogja egy kődarabot, odavág. Az meg meghal. És a többiek ahelyett, hogy ízekre szaggatnák ezt a kis senkiházit, megválasztják a király. Nem tudom, értettem. Hát ezt soha nem értem meg, ha nem tudom, mi történt. Hát itt most a harmadik szem megnyitása. És így természetesen azt, aki meg tudta nyitni, és meghalt a régi énje a királynak, és benne ez a valaki élettúlja, nem tudom, értető is. Következőkben már segítik ilyen János Vitézt, boszorkányi kellene az. És hát a végén ő viszi a tündér, de legyünk viszi a tündérország. Tehát nem tudom, értető, ha nem értem ezt a mozzanatot, és az egészben csak Dávidra figyelek, hát akkor semmit nem értem. És ez azért nagyon fontos, mert nálunk úgy látszik, hogy ez a hagyomány ér. És ebből a hagyományból gazdálkodott Petőfi is. Nem tudatosan, tehát ez egy református templom, most Petőfi, de tudjuk, hogy evangélikus volt, tehát a vallása tekintetében. De valószínűleg eddig nem jutott el, tehát nagyon nagy széles látókörű volt, tehát tényleg bejárta a bejárható, gyalog bejárható Magyarországon akkor is. Hát kiterjedésében, de nagy valószínűséggel soha nem látta ezt. De egy hagyomány akkor is él, ha nem tudom szavamban kifejezni. Majd az unokám fogja. De viszem tovább. Na most, milyen következőt kérem szépen. Ez az utolsó utunk lesz. Nem akarom kihagyni témát. Ez az utolsó utunk lesz. Nimroddal tűnik ebben a vonulatban, tehát refaiták, óriások, a judaista hagyományban ez mind negatív szereplő, de olyan durván negatív szereplő, tehát ki kell írtani. És akkor odaírja szépen, ismertetve ezt a hagyományt, és ő hozzájuk tartozott Nimrod is. Tehát nem az arról van szó, hogy én fölismerem az analógiát, hanem arról van szó, hogy számon tartva ott van közöttük az óriás Nimrod. Akit pedig most nem tudom, de azért nem tettem be, mert azért vettem ki dolgokat, vagy kettőt ugrottunk, most nem tudom, de most már nem menjünk vissza. Tudni, na itt van, most kettőket ugrottunk, kettőt ugrottunk. Mert tartok tőle, hogy az előzőkben is volt ilyen, de most már nem menjünk vissza. Tudni, voltak hiányok. Na akkor kit mutatok? Hát ráismertek már ezek. Ki az, akinek a vállán, óriás a vállán ott ül, az, aki majd elvezeti őt a megvilágosodás. Hát ez Szent Kristóf. Ez egy beszélő név. Krisztoforosz, azaz Krisztus hordozó. És akkor megjelenik, ez ugyanannak az Attila Jánosnak a festménye, aki a Veleményi templomot kifestette. Valamivel későbbi, tehát ez ugyanabban a körzetben, a jelenleg Szlovénia területén, ez Márton hely, az eredeti magyar neve. Mártyán címet nevezik most. És ennek a külső falán, a déli falon van a kép, és hát elég gyakran megjelenik külső fal, miért, hogy emlékeztessen. Na most ennek a őrviselete, hát ami látszik, amennyire látszik, a legtipikusabb pusztai nomád viselete. Akár az első bejövetel, akár a második bejövetelnek a népe, tehát tökéletesen ezt a őrviseletet használni. Tehát erre mások is fölfigyeltek, és nem egyedi a példa, hogy ebben az állapotban, ahol nekem Krisztoforoszt kellene megjeleníteni, a Krisztus hordozó az nem Szent Kristóf, hanem Nimrod. És ez azért nagyon fontos, mert megint csak tovább menni tulajdonságkiben
majd látni fogja. Azt hiszem a következő képek egyike már lesz. Attilában természetesen. Jó, még egy ilyen búcsú kalandsorozat. Tehát ez az, ahol viszik. Pillanat, az előző, gondolom rá is jövünk, hát ez az, ahol ládába bezárja magát, és ugye viteti föl. Igen ám, de hogy eredetileg ez nem egy csalónak az ég felé menetele volt, mert itt már ez úgy jelenik meg, középkori élmény. Azt hiszem, ez egy kódex illusztráció, vagy lábanként, de inkább azt hiszem kódex illusztráció. Tehát lényeg az, hogy ez már egészen később kézzel. Itt nem sasok van, nem tudom, hogy észreveszünk el. Sem, divmadarak. Tehát ennek kell legyen egy olyan előzménye, aminek gyakorlatilag semmi köze nincs ehhez a becsvérlő és hát, ilyen degradáló jellegű hagyománynak, amit ismertettem alapforrások alapján. Az más kérdés, hogy viszik föl kétségtelenül, az is biztos, hogy griffek, tehát a griffeknek a jelentését kell keresni, de ahhoz nekünk érdemes visszafelé menni az időben, kérdem a következőt, ami már gyakorlatilag hát ez az 1100-as, 1012. századra szokták felé, ez is a kijevi rusznaka területéről származik, ez egy diadém. A Kijev körzetéből valószínűleg a szarkofai diadém. Na és a lényeg az, hogy középső, nagyítsuk csak ki szépen, tehát ez egy szabályszerű diadém, általában ezeket női viseletnek szokták jellemezni. Nem tudom, mit. Hogy mi a gond? Nem tudom, hogy mit. Nem az, hát tovább kell menni. Én megnyitottam, én ezt ott. Na tessék, Valicsunk, köszönöm szépen. Tehát én itt is látnám, és egyértelműen nem sasok, senkit nem csal meg. Ezzel együtt nyugodtan rám mondják, hogy de igen, ez nagysággal is. Ugyanaz jelentően sem, és látható. Csak a lélek és a szellem. És miből jön ki? Kehely. Mi a kehelynek a jelentés? Vízöntő. Tehát milyen jelentésre van szó? Egy vízöntő jelentésre. Amiben nincs közvetlen testetöltés, mégis jelen valóságon. Tehát az egész nyitott hagyománynak ez a lényege. Hogy jelen van, de nem tudom fogdosni. Mert egy virtuális jelenléttel van. És ez a rendkívül fontos tétel, mert lehet látni, hogy direkt nekünk szól. Hát ne felejtsük el, ez a képjel, ami itt van, tehát a szellemi működés kellős közepén. Ez azt jelenti, hogy ez a kettőség, az egyébként is a gép az összetett lény, de ebben a magatartás formában ez egyértelműen a mérlegnek a jelen. Egyébként a mérlegben a sportok felé visz át, ha összetett voltában jelentem meg, de ebben az elrendezésben egyértelműen egy ilyen bárka formát ír le, amiből kiemelkedik a csak élő formában. Tehát ez a mérleg, ez a vizöntő, ez fel kettő párhuzamos égre. Most mi ez a vizöntő? Ez a levegőségnek hármasa. De a meghatározó benne a vizöntő. Most ebben mi hogy vagyunk jelen? Hát az ikrekként, tehát ne felejtsük el. Tehát nagyon is érdekeltek van minden. És egy olyan hármasságban, amelyik rejtette igen, de végig itt van Jézus születése óta. Hol kezdődik? Ott, ahol ő a Jordánban bement és utána ki. És utána az atya újra kellett, hogy azonosítsa, mert már dimenzió területe van. Tehát egy olyan létezési többlettel jött ki, amitől kezdve már nem csak Jézus, hanem Jézus Krisztus. Tehát ez egy olyan mintát ad, ami a lényeg az, hogy itt van jelen. Hát a nem emberkéz által festett ikon formájában most is itt van. Nem tudom megfogni, és mégis meghatározom. Tehát végig ebben a korszakban ez az az eszmény kép, amihez föl kéne tudni zárni. Tehát fölnőni hozzá, mert ehhez föl lehet nőni, mert látjuk mindjárt Attila példáját, föl lehet nőni hozzá. Ez nem lehetetlen kérdés. Tehát nem van, hogy jó, hát könnyű volt neki, hát ő Isten fia volt. Bocsánat, kérd, mindenki Isten fia. Tehát. És ő magát sohasem Isten fiának nevezte, hanem mindig ember fiának. Azt meg már ne tagadjuk, hogy ember fiának. Na, menjünk akkor tovább. És akkor egyben van a nagysándor és a Nimrodnak a keverése azért az nagy üzemnek. Tehát, hogy nehogy már véletlenül szkítautó népeknél maradjon meg ez a hagyomány. Nagy Sándor ugyan nehéz nyílő európaival maszkírozni, mert azért végül nem volt görög. Tehát a
származását, hanem Makedonból. És a Makedonról hát sok mindent el lehet mondani, de hogy görög lett volna azt a legkevésbé. Tehát minden esetre a... nem tudom, miért éreztetek. Őfüket is ugyanabban a szó. Ugyanabból emelkedik ki, ugyanaz látható, és akkor most már leesett egy tantuszt. Hát ennek mi a legközelebbi rokona? Hát Jézus születése. Tele vagyunk olyan ikonokkal, ahol ezt a képet, ha ezt a részt kinagyítom, itt van Szűz Mária, itt van egy gyermek, és itt fölvetik. Hát ikonokból rengeteg szerelője. Tehát egy nagyon-nagyon fontos kérdésről van szó, ugyanis most már ezzel le is zárjuk a szintületében. Ja, igen, ez az utolsó. Hát még oda szóló, tehát ez már Nagy Sándor alapjában. Hogy tudni, hogy tulajdonképpen mit csinálni? Ez megint egy kazettás mennyet egyik kazettája, csak ez a mezőségről van, ez nem a szilárdsági mezőségről, és ez pedig Tancs. Ez a helyének a neve. Ma is ott van a mennyezete. Na most ez vajon mi? Cserő. Hát erre már nehéz azt mondani, hogy sas, de ez a fekete szín, és általában ha sast megjelenítenek, milyen fekete színben általában átmegy a hólóba. Na most a hóló viszont az a vizöntő második mintázat. Hát azt jelenti, hogy pontosan ugyanaz, mint az előző kettőnél láttuk. Tehát, hogy kiemelkedni a vizöntő tulajdonságból, meghatározóvá válni, jól lehet, nem látható. Tehát nem itt foghatóság, és akkor mit csinálunk? Mi az, amit a kezdetben? Ezt már ebből nehéz megállapítani, de ha többit is látom az ötös nepet, hát ez maga a fény, tehát a fénynek a jele. Ez a magyar nyelvterületen belül a virág az a világosság, ezt már megbeszéltük. Minden képírás korban, ha magyar nyelvterületen jelent. És ez azt jelenti, hogy bizony fényhozóként van megjelent. Tehát nem népeket legyilkoló, nem hódítóként, hanem aki a fény. Nálunk, a mi hagyományunkban ez a Sándor is, aki hát ugye van itt a Nagy Sándor példájának a Négóriától. Na most egy idézettel búcsúznék, ha tudnék olvasni. Tehát búcsúznék Négóriától, már most egy pár képünk van, de Attilának kifejezetten. Tudnék, ugyanaz a talmudi hagyomány, amelyik vele égetteti meg Nimródot, tehát Ábrahámot, tehát Nimródot, Jézust, kifejezette Jézust, méghozzá úgy, mint Miriam a hajfonónak. Tehát ők így apostrofálják Szűz Máriát, annak a fiát nem lehet mit félreérteni. Teljesen pontosan megnevezik. Mit tetszik gondolni, kinek a fiaként írják le, de szó szerint, nem? Nimródnak a fiaként, köszönöm szépen. Tehát nem én találom ki, azért jó, hogyha az ember olvassa, de ezt gondolom azért ismerik, hát ezt történetesen én írtam, ez a Hazatalálás című kötet, de hát ennek nem tudom, hanyadik kiadása ez. És hát előbb-utóbb csak meg fog ide érkezni, és ennek a jegyzet anyagában ott van az egyenes idézet. Tehát itt nem lehet mellé beszélni. Kétféle formában. Tehát igenis, a zsidó hagyomány Nimród fiának tekinti, és mint ilyen elítéli, le is köldösi Jézust. Tehát nehogy már azt így, hogy ezzel fölemelte Jézust. Nekünk ezzel fölemelkedünk, nekik nem. De leírják, és ezért van az, hogy én azt mondom, igenis ismerni kell mindig, akár a bennünket halálosan gyűlölő a hagyományát is. Őrizhetnek olyan emlékeket, lehet, hogy torzítva, de még az is lehet, hogy nem torzítva. Hát kitől tudja mind meg azt, hogy például Jézus nem volt messiás? Kitől tudja meg? Ortodox zsidótól. Mert ő nem kertel, megmondja. Mást vártunk. Nekem ne próbálják megmondani, hogy Jézus messiás volt. Én tudom, hogy mit jelent a messiás. Ő nem az volt. Ő egyetemes megváltó. És igaz, hogy maguk elmondják nekem, hogy de hát abban, hogy egyetemes a zsidó is benne van. De én ezt kikérem magamnak. Mi az, hogy engem is meglát? Csak engem. Nem tudom, értettő lesz. Tehát egy pillanatra ne téveszik már össze. És ezt minden ortodox zsidó, aki egy picit műveltebb az átlagnál, ezt azonnal elmondja, kellemesen, semmi.
És én meg azt mondom, drágám, teljesen egyetértek. Valószínűleg nem sok olyan kérdés lenne, amiben teljesen egyetértek, de ebben teljesen igazad van, megalapozott a véleményed. Nincs mire vitatkozni. Ezt tanítják nekünk? Ezt tanítja a plébános úr? Ezt tanítja a lelkipásztor? De miért nem? Hát itt egy nagyon fontos kérdés, hogy azt, amit ők jól tudnak, azt igenis ismerjük meg, ismerjük el, hogy jól tudják, köszönjük meg nekik, és ne azzal kezdjük, hogy mindent a zsidót, a maga a szövetség együtt kívánjuk az ablakon. De úgy vágjuk, ez szokálába sincs. Tehát egy nagyon fontos kérdésekről van szó. Igenis, Jézus, hogy ők most minek nevezik Máriát, de Máriának a fia, az Nimrodnak a leszármazottja. Teljesen nyíltan, tisztán, jól értetően leírja. Én megintem szépen. Köszítettem. Hát szóval ez, én ezzel köszönök János. Már megidézett Nimrodtól, mert utána most egy pár két csak megvásolt. És akkor ígértem, ugye, hogy milyen késő ezek már, amiket most, ezt még most vetítem, mert több mindent kiszedtem már a rendelőből. Ez jól látható, tehát még 19. század első feléről van szó. Attila ére, a túloldalán ott van Attilának a feje. A túloldalán pedig ott van a jelmondata. Na jó, de ezt idézhették akár a Olától, a esztergomi esektől, akkor a Olá Miklóstól, akkor idézhették Túrócitól, még nem is tudom, hogy kit idézhetnék, hát a könyvemben, ebben Attila Ébresztése című könyvemben mindből idézem. Tehát ebben benne van a könyvben. És ott sem benne van ez a kérdés. És akkor ott van egyértelmű. Tehát a Nimród vállalása Attila esetében ez nem kérdés. Minden megjegyzés, ami vele kapcsolatos, az azzal kezdődik, hogy Nimród munkája. És hogy ezt ő maga állította. Na most kérdünk a következőt. Na, és itt érkezünk el ahhoz, hogy kinek a képe ez. Aláírást keresnénk, mit találnánk? Ez akár egy egyházi lexikonban szerepel. Szent Kristó. Szent Kristófot ugyanis ábrázolták kutya fejjel, de hát ha le tudnánk olvasni, hát ott van fölírva. Na most, ez mit jelent? Az, hogy a kutya csillagkép, ez a nagy kutyát jelenti, amelyik a fő csillaga, az a Sirius, és ez az egész égboltnak, földön látható égboltnak a legfényesebb csillaga. És ennek a megjelenítőjeként üdvözölték. Hát ez középkori, mert nem is éppen a legkésőbb időben. A Christophorus, mint óriás, emlékszünk még rá, óriás, Jézus viszi a vállát. És kutya fejjel jelent, nem ez az egyetlen ábrázolása, sőt leírásban is szerepel. Na most ki volt a kutya fej a mi hagyományunk? Kérdem a követően. Attila. Tehát kétféleképpen jelenítették meg, a kétféle ábrázolás össze is hasonlít. Egyszer kutyafejű Attila, és egyszer pedig bakszarú. Mind a kettőnek van ábrázolása. Na most, az ő egyik legkorábbi említése az európai irodalomban, már Attilának, most már ott tartunk, az a következő módon történik, egy olyan nyelven, ami még nem döntött el, hogy most inkább olasz akar lenni, vagy inkább francia. Tehát egy ilyen keverik nyelven, ami a késő latinnak egy ilyen bizonytalan alkalmazása, de lehet értetek, tud latinul, meg kicsit tud francia és meg olaszul, és az rögtön megérti. Tehát nem a megértéssel van volt, hanem nem dölt el még, hogy mifelé fog elmozdulni. És itt ennek van egy elég régen közített, tehát nem mostani felfedezés, egy olyan terméke, ez egy elbeszélő költeménynek nevezhető, amelyik Attilának a származásával foglalkozik, de kifejezetten leépítő célval. Tehát nem dicsőítő, hanem deheroizáló és dehonestáló is, tehát becstelenítő célval. Nem az egyetlen ilyen, de a legkorábbi a középkori. Na és itt miről szól? Azt mondja, adva van magyar király. Magyar király. Annak van egy lány. És megjósolják neki a jósok, mármint a királynak, hogy ha ez a lány fiúgyermeket szül,
akkor az nála, nem az apukánál hatalmasabb lesz, le fogja taszítani a trónról. Erre mit tanulják? Ezt mondom, rá is menjük, ez egy vándormotívum. Tehát ez népesében is megjelenik. Hagyományban a legkülönbözőbb népeknél megjelenik. Okróta folyamatosan. Na most, mit találják? Mindenütt ugyanazt találják, kifalasztasd be a lányot. És tényleg épített egy tornyot, szépen belerakja, adnak neki ételt, italt, ő pedig egy dolgot kér, agarát beengedés. Mert valakiben mégis egy élő. Na jó, beengedni az agarát, őt szépen együtt élnek, és akkor egyszer csak jelzi a leányzó, hogy hát már nem is annyira leányzó, tehát inkább a Luciféle kezd már lenni, és akkor hát te más nem fordult előtt a toronyban, hát kiderül, hogy az algára napokat. És akkor meg is szűri a gyermeket, de hát kutya fejjel jött a világra szegény. És akkor ez meg is mar mindent, és akkor innentől kezdve, hogy próbálják eltitkolni, és de nem lehet eltitkolni, és akkor ebből nap kitaláltuk ki lennően Attila lényeges. Na, hát ez a hagyomány, ez végigél a nyugati középkoron keresztül, tehát egészen az ő közvetlen utódjainak a tollán kezdve, de gyakorlatilag a máig. Tehát még ilyen ironikus feldolgozásban még ma is lehet ezzel találkozni. Na most ez a mehetünk már is tovább. Tehát ez a analógia, hát a kutyafejű Krisztóf, meg a kutyafejű Attila valamire figyelmezte. Mire? Arra, hogy ebben a vonatkozásban, és itt direkt a vonatkozás, nem olyan, hogy erőltetjük, hiszen láttuk, ebben bizony Attila Krisztus hordozónak számít. Amit bármilyen furcsa, ez a magyar hagyományban nincs se cáfolva, se megerősítve, de a germán hagyományban nagyon is meg van erősítve. Tehát a germán hagyomány két arcú Attilára vonatkozóan, és ezt már a korai, Attila mondák, korai feldolgozó, ez egy francia kutató volt, Amadé Thierry-nek hívták, tőle elég hosszan idéznek, én ebben most már túl vagyok azon, hogy hosszat olvasgassak. Feltételezem, hogy elhiszik, mármint nem nekem azt, amit mondok, hanem azt, hogy ez benne van, és akkor utána fognak nézni. Tehát minden esetre a kutyafejű Attilától indultunk erre, hogy bejött a következő, mert a következő még viszont az lesz, hogy gyilkos volt, legyilkolt mindenkit, és például a leggyilkosabb terültette az az volt, hogy a 11.000 szüzet, 11.000 szüzet legyilkolta. Egy hadjárat sem. Milyen felének? És tessék meg, milyen stratégia jelentősége van annak, hogy itt 11.000 szüzet legyilkolta. Hát az, hogy hát lássák, hogy ez tényleg egy vadállat. Hát ez egy ilyen mód. Na most az, hogy a germán mitológiának is van, mert azért ez nem maradt a germán, az kétségünk, de van egy pozitív vonulata. És az nagyon pozitív, és Thierry Amadé mind a kettőt ismerte. És pártatlan. És hangsúlyozza Amadé Thierry, hogy azok is fontos adatok, idézés őket, sőt én is idézem őket már, de az egyetlen igazán hiteles Attila hagyomány, tessék megfogózkodni, francia kutató írja, máig sem volt magyar, aki ezt merte volna, ami rajtam kívül idézni vagy megerősíteni, az a magyar hagyomány. Sem nem a német, sem a negatív része, sem a pozitív része, sem pedig az itáliai vagy francia, tehát a késő latin hagyomány, mert az egyértelműen negatív Attilára. Hát végül őket büfölte, tehát jó minden. De a német, most térjünk vissza egy pillanatra, főleg, hiszen itt vagyunk, a német nem csak ilyen képet őrzött meg, hanem mint a valaha volt legnagyobb királynak a képét is. És ez a Heldenbuchban maradt fönn, tehát a hősöknek a könyvében. És ott szó szerint idézetben ott van a kérdében. És ebben a könyvben is idéztem. Tehát ez azt jelenti, hogy bizony egészen mitikus alakként emlegetik, megemlíti Thierry, hogy ő maga ugyan nem bizonyítható, hogy keresztény volt, de a fiát, aki ott, ez most a Nibelungéneknek a germán vonala, abban Ortliebnek hívják a fiát, őt már megkereszteltette. Tehát szó sincs róla, hogy a kereszténységgel szemben ő egy vadállati pusztító erőként jelent. Ez szó sincs róla.
Na most ez a Krisztus hordozás, ezt ne felejtsük el, mert benn maradt a képben, innen megyünk most tovább, és mindennek, ami egyébként ez ellen szólna, hogy tudni, pusztító volt, tömeggyilkos volt, menjünk tovább, mindegyikre nem fogom elmondani, bár ez egy nagyon híres Hans Memmingnek tömegképe, házi tömegképe. Na, itt lehet látni, hogy ugyanis megörökítenek olyan képeket is, ami szemmel láthatóan, ez is a 11.000 szőzegyilkolás. És ez is középkori, ez is nyugat-európai. Na jó, de ennek szemmel láthatóan más a forrása. Tehát itt lehet látni, hogy ez itt egy hatalmas virágkert. Na most, ha valaki tud magyarul is, nem volt annak idején olyan nagy ritkaság, hogy Európában tudtak magyarul. De ne felejtsük, Európa kellős közepén vagyunk, nagy hatalmi státuszban. Tehát ez nem olyan dolog, hogy ma, hát mindenki előbb leharapja a nyelvét, csak hogy kinek kellene magyar szót ejteni. Hanem ez egy természetes dolog. És ahol nem kell magyarnak lennie, de tudja, mint hogy én sem vagyok latin, tudok valamelyest latin. Tehát a helyzet az, hogyha én kimondom azt, hogy egy virág, és utána latinul hozzáteszem, hogy virgo, akkor teljesen nyilvánvaló, hogy a szűz tulajdonságról beszél. Szűz azt jelenti, hogy nincs latin. Na most nem kell a kettő között közvetlen és genetikus kapcsolatot. Lehet, de nem kell. Félreértés, hogy mindenki megrém, na most akkor ülne magyar kodát. És akkor mi van, ha én most magyar kodát? Hát csekedjek? Hát hogy a fenében? Szóval ezek az agymenése. Hát egy csemekén próbálnám mondani, hogy csekedni. Hát egyszerűen azt mondja, hogy én meghűltem. Hát most már én is azt mondom annak, aki azt mondja rám, hogy magyar kodom, hogy édesapám itt valamelyik, hogy meghűlt, de nem jut. Tehát minden esetre attól, hogy én a kettő között találok egy hangolat, egy nagyon szoros kapcsolatot, most miért kell megijedni? És még egy nagyon fontos dolog van, hogy csak a szűz tulajdonság az, ami önmagát mennyiségileg gyarapítja. Nincs minőségérzékelés. De nem tudom, mivel összekértél ezt. Jelenleg mi még a halak világ hónapjában vagyunk szellemi értelemben. Tehát egy általános viselkedési trendet határozom, hogy mit jelent? Létengeri lét, bizonytalan vagyok, erre is nézek, arra is nézek, két perc nem tudok előre tájékozni, de visszafelé sem. Miért? Mert állandóan zavarják a vizet. Nem, egyszer nem tudok oldani a tájékozni, de csak befelé tudok. Tehát nekünk már régen csak befelé kellene tájékozni. Igen, ám, de ennek a testi megvalósulása az a halakkal szemközti tulajdonságban van. Ezért a nyilasért az ikregből. Halakérnek a szűzből. Mit jelent? Mindent matematizál. Ami nem matematizálható, az nincs is. Tehát a tudományos jelzőnek egyetlen ma érvényes jelzője van. Ezt még a Feynman-tól szoktuk idézni, ez egy amerikai Nobel-díjas fizikus, nem tudom, hogy fizikánk melyik területével foglalkozott. A lényeg az, hogy teljesen egyértelműen meg van, tananyagú, magyarra van fordítva. Én a Műszaki Egyetemről tudom, hogy ott ezen sok volt egyébként. Tehát aki ott docens volt, és azt mondta, hogy tényleg figyelj, de nem lesz sokat szövegei, mert itt van, tessék. És tényleg ott volt, tehát tananyagból jelen volt. Azt mondja, ami tessék tudomásul venni, hogy ami nem matematizálható, nem tekinthető tudományra. És nem mondta azt, hogy ez vonatkozik a művészettörténet tudományra, és a zenetörténetre, és így tovább, és nem, azt mondja, a tudomány. És tessék megnézni, a művészettörténet írás, ha még egyáltalán van, hát mindenfelé mozdul el. Csak adatok, de csak matematizálható tételek. És egyszerűen nincs minőségérzékes. Tessék megnézni egy jelenlegi kiállítás, ahol jelenkori művészek mondjuk egy Csontvári kiállításnak a kísérő kiállítás, nem tudom, látták-e Pesten, hogy a Csontvári öröksége, ugye, hát ez egy katasztrófa. Na, tehát mindesetre egy tökéletes kép a szűzőt. Tehát miről van szó? Adva van a Földnek egy olyan tengelye, ami mentén ide be lehet jönni. Tehát ez pedig az egyiptomi, és egyiptomi már egészen későkoriak, ezekben már le van írva, közzétették, magyarul is közzétették. Tehát Kárkosi Lászlónak a mindjárt mondom, Egyiptom és Antik Csillaghit a címe ennek a kötetnek, több könyve is. Nagyon jó. Abban egyenesben idézi, mert ő ezeket olvasta is.
És ez mit jelent? Az, hogy a Földnek az éggel való kapcsolatában kitüntetetten fontos hely a forgástengely. Tehát az északi sark meghosszabbítása a Délmond felé. Tehát annak a kivetülés. És akkor le is írja, mert ez egy látomás rögzítés, ez a késődiktomi kézirat. És akkor le is írja, hogy ott látja, mert ez egy papnak a beszámolója, egy késődiktomi papnak, hogy látja ezeket a lelkeket fölfelé, lefelé jönni. Tehát aki le akar érkezni, ott jön, aki meg fölfelé akar, érkezni. Most ennek megvan persze a túloldalom is a megfelelő, de ezt most nem részletedni, az már egy más forrás. Most itt miről van szó? Egy hihetetlen mértékű, szűz irányából jövő, ellenséges erő támadt ránk. Tudjuk ezt igazán? Hát hogy a fenébe tudnánk? Hát ne felejtsük el, a szűz irányában, a csillagkép irányában ugyanúgy van egy kozmikus, hatalmas alakzat. Csak az számunkra nem jó. Tehát az nem olyan, mint az nyilas irányába, ami bennünket táplál, a saját tejútrendszerünk központja, hanem ez a szűz irányába, ez egy extra galaxisokból álló, így is nevezik szűz, extra galaktikus szuperhalmaz. Mert egy akkora halmaz, aminek nincs belátható kozmikus térségben, vagy rám közvetlen ható kozmikus térségben, egyszerűen nincs mit összehasonlítani. És ez mit csinál? Hát bizony veszélyeztet. Hatalmas szívó ereje van, és ha nem egyensúlyozná ezt a saját tejútrendszerünk központjából, a nyilason keresztül bejövő teremtő erő, akkor két pillanat kiszippantani bennünket. Tehát ez azért nagyon fontos kérdés, mert ezek nem vlogok. Tehát az, hogy ők látták, az egy irányból, az egyik tónia irányából igazolt tény. A másik, a kozmológiának a jelen állásában egy nagyon erősen számon tartott irány, ami a szűz irányába megy, és egy veszélyes irány. És ne felejtsük el, ma már nincs ilyen, hogy ősrobbanás és pont. Régen nincs, nem tegnap óta. Tehát ez azt jelenti, hogy legalább fél évszázada, gyakorlatilag már aki az ősrobbanással foglalkozik, de semmi mással, hát annak már mutatják az ajtót, hogy az ott van. Tudjuk, összesen, ki legalább és a legsűrűbb, hogy mondjam, kozmogónia szerint, hogy a világ létrejött, nem működés, hanem létrejött. Két tényezőt tartanak számon. És nagyon lényeges, hogy egyenlő arányban tevékenyek. Az egyik, ami egy nagyjából egyenletes tágulást okozna, ez az, amit régen kizárólagosnak tekintettek, a másik meg egy egyirányú húzás. Tehát ebből adódik egy ilyen dolgozószerű séma, hát amit utána aztán magyaráz meg innen-onnan egyén élet kapcsán, és nemzetek élet kapcsán, de a Földnek, egyáltalán a kozmikus térségnek, a nagynak, a makrokozmosznak a viselkedő, nem, nincs egy közben. Tehát van egy tágulás és van egy húzás, ennyire, na ez a szűz. Na most, ha hihetünk az Attila mondának, minden okunk megvan. Az azt jelenti, hogy itt valami el volt a szólva, tehát nem lehetett ezt ellensúlyozni egyfajta túlzáló mozgással kifelé-befelé. Tehát ez azt jelenti, hogy valami ráfeküdt erre a nyílásra. És ez azt jelenti, hogy bizony ez a szűz közegében várható dolog volt, tehát a testiség esetében a szűz határozó meg, most a Jézus szóval se olyan. És ez mit jelentett? Valami eldugva szólt a szó szerint. Na most nem mindig volt rajta ezen a vonalon csillag, tehát test. Jelenleg már elmozdult onnan, de ez tulajdonképpen a kisgöncölnek volt az egyik csillag. Tehát a Stella Polarisma, így is nevezik. Tehát ez azt jelenti, hogy szabályosan eldugaszolódott egy kibejárat a Földről, hát az égén, egy magasabb világ. Ezt ki kellett onnan lőni. És itt egy hatalmas erejű, hát a szűz irányából jövő egyöntetősítő hatás egyszerűen elzárta ezt a kijáratot. Na most, ha látjuk, mi történik itt tulajdonképpen, ez egyértelműen a skorpiónak a jele, a nyilasnak a jele. És mit csinál a központját célnak? Hát egy rendkívül fontos, ki kell lőni ezt a dolgot. Na most, mit jelent ez a név, hogy Ursula? Mert ugye Szent Ursula, Morzsolyának szoktuk nevezni, mit jelent az Ursula magyarul?
kismedve. És a Stella Polaris melyiknek a farkán van? A kismedve. Urza minor. Tehát jól láthatóan egy összefüggő és kozmológiai tekintetben teljesen jól érthető mondának egy nem is nagyon rejtélezett változatában látunk szemben Attila történetben. És az, hogy itt ezzel mekkorát mentett meg a föld lakosságán, egyet az élő világban, azt ma föl se tudjuk mérni. Mert ha ezt ő onnan ki nem lövi, akkor azt jelenti, hogy teljesen befogadta a lehetőséget az élő világnak a földön, és azt jelenti, hogy már rég és semmi nem beszélhetnénk, már ázalmokként sem kell. Tehát egy ilyen nagyságrendben. Tehát én szabásan vadásztam olyan Raffaello kiadványokra, ahol végig tárgyalják őket. Tehát ugye Attila iskola, aztán a Biskuta, ugye Voltár Szentségre, tehát ezeknek mind megvan a maguk neve, aztán megvan a Bolzenai mise, akkor megvan a Borkó égése, tehát mindenket részletesen szépen kialakítva. Ez szinte soha. Miért? Azért, mert messzi nem lehet megkerülni magukat. Tehát itt van a Attila, ott van a pápa. A pápáról pontosan lehet tudni, hogy kicsoda, ez 10. Leon. Na most, ez a pápa a következő karriert futotta be. Ezt csak ott tudjuk róla, mert ebben mi is érdekeltek vagyunk. Ugyanis kivel szemben lett ő pápa? Bakócz Tamással szemben. Tehát ez nem egészen érdektelen számunkra ez a bizonyos választás, és ezért nem árt tudni, hogy milyen előzményei vannak. Nem megyünk nagyon előre. Őt Giovanni di Medicinek hívták, a Medici gondolom, hogy ismert név, de nem arról, ami az igazán fontos benne. Az, hogy ez a legnagyobb bankház volt az alpoktól délre, amelyik szabásan fölfalta a kisebbeket, és erre az időre már gyakorlatilag az alpoktól délre az egyedüli mértékadó hatalmasság volt. Tehát úgy is lehet mondani, hogy ez a fuggereknek az Alpoktól délre eső ellenpólusa volt, akik úgy rivalizáltak időnként együtt, és működtek időnként rivalizáltak. Na most itt a következőről van szó. Szóval adva van ez a Giovanni di Medici. És akkor eljön az ideje annak, hogy meghalt ugye az előző, ez a második Gyula, vagy második Julius nevelhető pápa, akivel szemben Bakócot egy évvel korábban, Pízában már pápává választották. Tehát olyan mértékben elégedetlen volt az európai vezető keresztény, hát hogy mondjam csak, hát tulajdonképpen az érsekek és a püspökök együttese, hogy összehívtak egy zsinatot Pízában, egy évvel korábban, tehát 12-ben, és megválasztották teljesen szabás körülmények közt. Pápává Bakócot. Na most Bakócz pedig mit mondott? Azt mondta, bocsánatot kérek, még él a pápa. Köszönöm a bizalmat, nem fogadom el. És elment Rómába. Na most akkor már lehetett tudni, hogy ha valaki nem tetszik Rómában, az 2 perc múlva meg lesz mérgezve. Hát ennek ott voltak a példáját, ez a 6. Sándor, Borgia pápa. Hát a Borgiák, mert ez napi rutin feladat volt megmérgezni vele. És elment, tudva azt, hogy őt aztán ott nem fogják pápa fogadni. Ráadásul ellen pápa. Jó, hát ő lemondott róla, de hát akkor is. És megvárja teljes tisztelettel. És nem sietteti az előtte a pápa halálát. Majd következő történik. Vagyunk március 13-án. Nem akarok tévedni, mert már ezek biztosan, tehát egész pontos adatok, utána lehet nézni. És akkor mi történik? Ez a Giovanni di Medici jelenleg bíboros. Csak egy nagy gomba. Még nincs felszentelve pappá. Nem egyedi az eset. Ezen még ne tessék nagyon foglalkozni. Na most. Eltelik egy nap, másnap felszentelik, 16. 14-én már püspök. Tegnap még nem volt pap, most már püspök. És 15-én pápává választja. Na most erre mondja az ember, no comment.
semmi értelme. Na most ez a Giovanni de Medici fölveszi a Leon nevet. Vajon miért? 15 Leon. Hát elég jól ismerjük, hogy ő itt ennek az első nagy szent Leonnak a képében ő jelenik meg. Giovanni de Medici, honnan tudjuk? Az onnan tudjuk, mert hát egyrészt ezzel már tele van a művészettörténeti szakirodalom, tehát közhely, de másrészt pedig, mert ugyanez a Raffaello Santi, őt magát, mint pápát is megörökítette arcképe. Nem lehet letagadni. Hát jól lehet látni ugyanakon a figurát. Nem nagyon szerették ők a profilban, ábrázolták őket, az inkább az 1400-as éveknek a stílusa, de hát itt úgy látszik, fontos volt, hogy gyerekek. Szóval nem csak bankárfi vagyok, hanem bizonyos van egy kapcsolati tőkémmel. És miért kellett pontosan Leonnak nevezni? Mert ugyanaz a szerepe, és ez így volt beadva akkor, ugyanaz a szerepe, mint első nagyszent Leonnak kivel szemben? Attilával szemben. Tehát elhárította a hunveszélyt Rómától. Így lett beadva. Nem tudom, hogy érthetően tűnik Bakócot, saját magyarságával, kísérletével együtt, már eleve úgy próbálták hiteltelenítani, hogy ezek a hunok utódai, azt várhatjátok tőlük, mint a hunoktól. Tehát gyilkolni fognak, kirabolni. Éppen az, hogy nem gyilkolta őket Attila, nem rabolta ki őket. Kegyelmi gyakor. Nem tudom, hogy... Na most, amikor a pápa mennyit visszatörtem, mert azt jeleníti meg, mert maradok ennél. Itt elvileg első nagy szent Leó jelenik meg. Hódoló küldöttség élén hát bejelenti, hogy meghódol Róma. Attila pedig semmiféle retorziát nem akar. De semmiféle. Egyen lehet gyanakodni, hogy itt egy vallási, hogy mondjam, volt egy olyan, amit nem tettek közé, de az eredményéből tudunk következtetni. Ugyanis ez a bizonyos nagy szent Leó, ez mitől lett szent? Azért, mert a manikeizmus, mint főfőretnek semmit tűzzel, vassal írtotta. Na igen ám, de az a vallás, amit mi szkíta vallásként tudunk rekonstruálni, nagyon sok mindent tudunk benne rekonstruálni, annak a legközelebbi lebbi rokona a kereszténységen belül nem a zsidó kereszténység, hanem a manikeista kereszténység. Nagyon sok közös vonás van, amit nem is értenénk másképp a saját hagyományunkban, hanem a manikeizmus irányából világítanánk meg. Tehát nem azonos a manikeizmus a szkíta kereszténységgel, tehát a szkíta alapú kereszténységgel, de nagyon sok közös vonás van, mindesetre sokkal több, mint a zsidó kereszténységgel. Amiben meg egyszer nem lehet magyarázni. De a kazettás nézeteket sem. Tehát még 1700-as években sem. Tehát ez azt jelenti, hogy egy olyan elhárításról van szó, aminél azért nagyon fontos, hogy én hogy jelenítek meg dolgokat. És azért Raffaello kell tudni, hogy fiatal ember volt, amikor ezt festett, és nem sokkal értek ő. Tudnék, itt valami olyan van benne, amit ha valaki elkezdi olvasni, és tényleg megmutatják neki a képet, vagy elmegy oda, és megáll a kép előtt, például Csontvári megállt ott a kép előtt, és elkezdem gondolkodni, majd látjuk a következőt, hogy a következő képen. Akkor ő el kell tűnni, azt mondja, hát itt most melyik az, amelyik az ég felé tájékozódik? Hát a Giovanni di Medici-e, majd pedig Attila. Hát itt egyedül Attila néz föl az égre. És akkor Attilához kik szólnak az égből? Pogány bálmány? Hát egy fenét, a két fő apostol, Szent Péter és Szent Pál. Na de engedelmet kérek, kihez szólnak? Hozzá, vagy a pápához. Hát aki megérti őket. Nem tudom értetően. Tehát ebben rendkívül fontos üzenet van. Mondom is kell, soha nem olvassák ki belőle. Na de Giovanni Medici azért dörzsönt figurának. Azért, aki olvasni. Tehát, és az utóda is. Tehát ez a nem kívánt reprodukciókkal nem tartozik. Mert azért ennyit azért mindannyian ki tudok olvasni. Hát akkor most melyik a bálvány, melyik a, csak a saját nívóján tudja tájékozódni, nem is igénye, hogy fölemelje a fejét. A másik pedig csak onnan vár. Ne felejtsük el a magyar szent koronát, a lehozom
az utasítást, hogy nem a világban tolja, hanem két arkangyal. Tehát a magyar király, és ne felejtsük el, ezt nem győzöm hangsúlyozni. Itt vannak megint a dokumentumok. 1600-as évekből nagyon sokszor, tehát több fotót, hát részben magam fotóztam, részben meg sikerült benyújtani. Attilának a képe, álló kép, az egyik lábával egy sziklánál, benne van a reprodukció. És a sziklára föl van írva, hogy Attila a magyar népek, nem hun, még csak nem szkit, a magyar népek hatodik vezére és első király. Nem tudom, hogy aki nála járt tényleg, el is fogadja a nemzetközi tudományosság, az pedig egy rétor, tehát egy tanult ember, akinek fönnmaradt, igaz, hogy kivonatban, de fönnmaradt az írása, és aki tényleg járt Attilánál. Őt Priscusnak hívták nevén, hát a rétor az a beosztása. Na most ő a követség tagjaként volt jelen, először is Budának az özvegye fogadta be őket, egy viharverten, hogy semmi jelét nem tapasztalta annak, hogy Buda családjában, vagy cselédségében, vagy környezetében semmit arról, hogy neki vártott volna valamit adni. Hát azért ez hogy képzeljük el, hogy semmiféle jele nem maradna. A másik pedig, hogy Attilát és a népét is egyfolytában és csak is szkítának nevezik. Na most az a hagyomány, szkítának nevezi, ami folyamatosan magyarnak, akkor most itt van közünk, a szkítákon még nincs. Hát ilyenkor az ember eltűnődik, hogy még mennyi kellene, hát tele van a történelmünk annak a bizonyításán, hogy egyetlen nép különböző nevek alatt történő szereplése a történelmünk. És ezt így is tanították, még 1800-as évek derekán, ez a Losonc Istvánnak nevezték a szerzőt, ezt még az én még a nagyszüleim még abból tanultak. Tehát azt jelenti, hogy ez a hármas kis tükör volt a neve, és abban a alkotmányismerettől kezdve a történelmismereteken keresztül a legkülönböző, még gazdaságismeretek híveve voltak. És ez azt jelenti, hogy pontosan így mondta, azt mondja, hogy a magyarok, és akkor leírtam, hogy szkíták, szítják, hunok, ő nem vette be az avarokat, mert tudjuk, hogy avar név egyáltalán nem szerepel a krónikáinkban. Egyáltalán, de ez a 300 év sem. Tehát az, amit úgy szépen ma tanítanak, mintha történt volna. De a krónikán nem tudják, egyik sem. Tehát minden esetre a szittyák, hunok, magyarok nevek alatt jelennek munkában. Egyetlen népnek különböző nevek alatt történt. Még könyvtárokban, de már azt hiszem, hogy csak a nagyon-nagyon gazdag könyvtárokban, tehát például a Széchenyi könyvtárban Pestet, még ez a hármas kis tükör elérhető, de biztos, hogy nem mondják ki, tehát ez egy ritkaság. Ahogy családomban megvan, ott meg nagyon őrzik. Tehát nekünk a családban volt meg, de hát sajnos nem jönnek tökben. Hálas nem van egy család. Na, akkor ez, ha követhető volt, akkor érezzük, azért itt már érzem, hogy ez a Krisztoforos, tehát a Krisztus hordozó azért már nem méltatlan. Érte Attila? Miért? Mert ahány hadvezér előtte voltak, név szerint ismerjük őket, meg ahány utána, pont ebben az időben, tehát 1500-as évek elején, valamivel később, ennél a pápa választásnál, hát ott is úgy földulták, Szakkódi Rómántum alattak el, tehát úgy földulták, és legyilkolták és kirabolták Rómát, hogy ebből fogalom lehet. A szakkó ez rablás, nem kirablás. Tehát, és mindenki, aki odáig el, és Attila pedig megáll, és mit gyakorol? Hát a szkíta erkölcsöt. Hogy mondhatom magamat győztes? Hát ha az ellenfelemet magam fölé tudom emelni, nem tudom fölismerni. Na jó, de ez nem egy ószövetségi erkölcs, ez tipikusan Krisztusi erkölcs. Most ki itt a Krisztus hordozó? Tehát ezt nem a szövegeiből, hanem a tetteiből ismernek meg. Ez az ingyen kegyelemnek egy tipikus gyakorlása. És ez máig nem érti meg a világ. Miért? Mert nem is szabad volt ezt annak idején nagy dobra lenni. Tehát neki igenis el kellett tűrni, hát ő neki azért nem volt sokra ideje rá ezek után. De minden esetre, hát az utódai.
hogy máig mocskolják, és a legképtelenebb idiótaságokat találják ki, hogy miért kellett neki akkor visszavonni. Mert biztos, hogy megverték, csak ez nem volt köztük. Szóval egyszer nem tudják bevenni, mi az, hogy ingyen kegyen. Mit jelent az, hogy valaki Krisztus tényleg vonul? Képtelenek rá. Na, akkor még én történt, ez is már egy egészen mikori példa lesz. Ez pedig Csontváron keresek. Tehát Csontvári egyetlen dolgot, hát ő végig, elejétől végig, éppen most dolgozom egy újabb kiadásán Csontvári könyvemnek, és hát bizony nagyon alaposan végigtanulom ezt az írásait. Elejétől végig önmagát, Csontvári egyfajta reinkarnációnak tekintve. És ezt nagyon tudatosan írja is, és a Attilának a magyarság magánismerésében, illetve megváltódásában kulcs szerepet szám, de szó szerint így. Most ezeket én fogom idézni szépen. Hát nem sok reményt fűzök hozzá, mert hogy ezeket nem nagyon olvasták valószínűleg azokat sem, de hát azért legyenek ezek. Tehát minden esetre ez a magyarok megjövetele cím, ezt nem festette már meg. Tervezte ugyan a megfestését, tehát lehetne egyetlen egy rövid ilyen utalás van rá, és később már egyetlen nem fogott. Nem volt kötelesség ezt már megfesteni. Tehát azt jelenti, hogy nem így van, hogy nem tudta volna, mert már hiányzott, mit tudom én, a vászon, mert tényleg sok minden hiányzott akkor már, de őnek ilyen akadály soha nem mondta. Hanem egyszerűen már nem az ő feladata. Tehát erre szoktuk mondani, hogy hát az oroszok ugyan kimentek, bár azok se teljesen, de a magyarok még nem jöttek be. Hát vigyázzak. És az, hogy ez a kép most lappan, úgy lappan, hogy egy hatalmas kép. Most én láttam saját szemeimmel, mert ez a, amikor én gyakornokoskodtam a Nemzeti Galériában, akkor volt ennek egy ilyen szemléje. Hát az akkori nagyfejek, ugye Németh Lajos, aztán Zsantov István, tehát ezek Pataki Dénes, tehát akik a nagy meghatározó potentátok voltak művészettörténetben, azok kérték, hogy hozzák fel a pincéből, hát mi meg oda szemteleket, hogy pont ott gyakoroltunk, tehát még jó, hogy érdekel. És ezért a szem és fültömi volt a dolognak, tehát igenis a Nemzeti Galéria raktárában ott volt. Csak arról volt szó, érdemesen restauráltatni és kiállítani. És aztán úgy döntöttek, hogy nem érdemes. Visszakerült a raktárba, onnan fölkerült, amikor a galéria épülete, ugye a várba került, még ott látta a szemtan. És jelenleg, hogy szerepel, mint ismeretlen helyen vagy, mint lappang. Hogy lappanghat valami, ami az ország első közgyűjteményében raktárban, szemtanúkában van. Hogy lappang? Nem akarják, hogy a magyarok bejöjjenek. Teljesen egyértelmű. És ez azért nagyon fontos, mert azt már mindenki tudja, tehát az is, aki laikus, az is, aki szakember, hogy Csontvári képekkel nem jó játszani. Mert a Csontvári képek nem úgy hatnak, ahogyan általában 19.-20. századiak, hanem úgy, mint a szent képek, de a valódi szent képek. Hogy direkt módon, de nem az esztétikum szűrőjén keresztül, amin keresztül vagy átjut hozzám valami, vagy se, hanem direkt módon. Tehát ez azt jelenti, hogy ha valaki mondjuk ezt a nagy kiállítást látta Pesten, hát ez egy szabás nélkül. Pedig amit aztán abban el lehetett mondani, mindent elmondta. Legfőképpen a vezetésekkel, meg az aláírás szövegekkel. Nem lehetett el. Hát ezeknek tényleg elementális hatások. Na most nem jó dolog, hogyha közénk jön egy olyan mű, amelynek az a témája, hogy a magyarok bejövetele. Viszont azt lehet tudni, hogy ez nem Árpád, ez nem az első bejövetele. Tehát szemmel látható, tehát ő maga is írja. Ez Attila képében maga a művész. Tehát jól láthatóan, ez egy arckép, tehát ez soha nem mutató. Mert minden esetre az, hogy napi rendben van Attilának az újrajövetele, az hát nem saját felismerni, nem kell nekünk most itt felismerni. Hát ez benne van a pakliba, hogy szokták mondani, és hát ő meg teljesen egyértelmű. Már is mehet, azt hiszem, hogy valahol az utolsó kép. Ez az utolsó kép. Tudnék egy nagyon érdekes, most már Attilát fejezünk be, hogy tudnélik, elég sok mondat kapcsolódik Attilához. Na most az egyik ilyen mondat egészen Mátyás király koráig
elérkezett. Ezt még tulajdonképpen Nimrodnál kellett volna elmondanom, de miután már nagyon szortában voltunk időnek, hát akkor most a befejezésünk. Tehát ez még Nimrodhoz kapcsolódik, majd az ezen. Tudnélik, Mátyás király, emlékszünk még rá, hogy a graduáliában ott volt ez a bizonyos Ábrahámnak tüzes kemencében. Na most nagyon úgy néz ki, hogy Mátyás király, miután eléggé tudható volt, hogy nincs örököse. Azt is lehetett tudni, hogy már körbe bástyázták őt ilyen hátmögötti megjegyezésekkel. És abban főszereptem a harcunkban. Más kérdés, hogy ott még nemzetben volt annyi önvédelmi készség, hogy azért nem a Habsburgot választották, hanem ulászlat. Hát ez is mellényulás volt, mert egy iszonyatos, hát hogy mondjam, egy dobja László volt, de hát akkor is. Hát mindenki tudta egy akkori Magyarországon, hogy a Habsburgtól óvakodni. Tehát annál áldázabb, aljasabb ellenség a magyarnak nincsen. És arra is, ez most megint jelen ide, vigyázzon. És azt is kell tudni, hogy az, akinek a öccse aztán mégis beporcátlankodott ide, azt megrendezték szépen a Mohács csatát, ott a királyt szépen eltették lábalon, és akkor utána bejön, most már bejöhetett az első Habsburg. Nem ő egyébként, nem ő volt az első, de az első, aki aztán már a dinasztiát fogta. Az első Albert volt annak korában. Na de lényeg az, hogy éppen ezért tudtuk is, hogy mit várhatunk a Habsburgot. Na most ki volt az ő bátyja? Ötödik Károly. Ötödik Károly alatt történt az amerikák, mint Indiák, ugye így nevezték, azoknak a kifosztása, legyilkolása. Teljesen konkrét adataink vannak. Megtörtént a visszajelzés, azonnal ötödik Károlynak nem is érdekelte. Már a trónörökösének, a későbbi második Fülöpnek, már annak is írtak, hogy járjon már közben. Hát keresztény név alatt itt olyan dolgok vannak, leírt a konkrétan. Ez a valaki, ez a Bartolomé de las Casas. Ez egy kiváló, egy domokos atya volt. Hát ő kiváló volt. Hát nem arról volt szó, hogy a térítők, mint papok. Első generációban ezek nagyon rendes emberek. Hát tényleg hívők. És tényleg menteni akarták. Nem lehetett. Mert azok a briganti társaságban, akik oda ki engedtek, hát az ugyanaz volt, mint akivel itt a várainkat megszállották. Nem tudom, értett. Ugyanezek. Spanyol zsoldosok voltak. És ugyanazt is csinálták. Csak miután bennünk még sokkal több volt az ellenálló képesség, meg hát voltak tapasztalatok, ezek a szerencsétlen még nem voltak. Hát ezek úgy várták őket, hogy ajándékokkal, és egyszerűen nem hittek a szemüknek, hogy ilyen aljasság van a világban. Na most ez a Habsburg. És azt is kell tudni, hogy ez a Habsburg, hát ennek az anyja meg egy őrült Johanna volt. Tehát ez egy debil família, ezt azért már tessék már tudomásolni. És a másik pedig az, hogy hát ez az ötödik Károly, ez azzal dicsekedett, hogy az ő birodalmában nem megy le maga. Na de kié volt ez a birodalma? Hát így a markába tartotta a Fogger magház. Hát ha ennyit más csinált, mint amit ő tehát abban a pillanatban, pardon. Hát ez olyan mértékű volt az eladásodás, hogy semmit nem tudott volna. Hát ne felejtsük el, ez nem honvédő háború volt. Az akkor már csak a magyarok. Azok is már csak, hát bizony csak részletekben. Hanem zsoldos háború volt. Ahhoz meg pénz kell. És hol volt a pénz? Fuggereknél és a Medicsérnél. Hol nehéz. Ott. És hát a hova is van. Tehát itt már semmiféle emberségről szó se lehet. Tehát a reneszánszban akkor átmozdult a világ, hogy mi ma csak úgy pisolunk, hogy minden, ami jelenleg aljasság, emberelleneség, mindennek ott már megvan az előképe. És ráadásul ránézek, hát az a Quattrocento 1400-as évek, még minden szeméről profilban festettek, profilban mintáztak, profilban érméztek. Hát azért ne haragudjon a világ, hát azért ennyit már mi is tudunk tapasztalni. Nem lehet mellé beszélni. És hát bizony végig lehet követni. Egész át, akkor, hogy mikor vált neve, hogy most nem Perucinak nevezi, hanem Barbinak nevezi, mint bankházban. És ezekben mind ott érlelődött az a fajta festészet, aminek egyetlen kritériuma van, micsoda, hogy hasonlítson. Miért? Azért, hogy ellenőrizni tudja.
nem tudom, emlékszünk-e még a szocialista realizmusra. Mi volt az egyetlen kritérium? Hasonlítson. Miért? Hát, hogy ellenőrizhess. Hát, hogy elkezdek fénykép, vagy fogalmazni képírásban, hát ő azt nem tudja elolvasni, mert primitív állam. Na, de a káderei is azok. Hát azok se tudják, hogy ellenőrizni. Nem tudom, érthetően. Hát én úgy tudok a hátam mögött átbeszélni, hogy akkor. Miért? Mert egy primitív állam. Na, de hát ő világúra van. Tehát ő igenis ki akarja tudni, hogy a festészet címen mit mondanak állam. És összes többit nem is engedi szólt. Na, így lett a nagy reneszánsz és annak a folytatása. Jól ellenőrizhető szép. Na most miért ezzel fejezem be? Azért, mert Attilától úgy búcsúzunk el, hogy nagyon furcsa és teljesen szokatlan az ő temetés utáni élete. Tehát az előbb olyan vacillálva mondtam, hogy Csontváry reinkarnációnak tekintette magát. Tulajdonképpen azt hiszem nem fontos a kifejezés. Nem azért, mert minthogyha a reinkarnáció nem létezne, az egy megítélés kérdése ki, hogy Jézus elég pozitív módon értékelt a reinkarnációt, hiszen erről tudjuk. Hát ő elmondta, hogy Keresztelő Jánosban élés proféta született újjá. Tehát itt nincs még vitatkozni. Most valaki ezt úgy érte, hogy nem úgy kell érteni, akkor nem úgy ilyesmi. Hát Jézus ezt teljesen egyértelműen elmondta. A honfoglás korában a magyaroknak a valláshoz hozzátartozott a reinkarnáció. Honnan tudjuk? Honnan tudjuk, mert amikor lehelmezét elfogták, és már a kivégzése előtt volt, akkor leírja róla a krónika, egyszer elbeszélő módban, másodszor meg az ő száján van. Hogy tudnélik, amikor leütötte azt a Konrádot, aki elfogta, aki természetesen nem is úgy volt, meg nem is, az egész egy hazugság, meg soha sem tudom, de az a lényeg az, hogy amikor leütötte, a következőt mondta, előttem még, és szolgám leszel, ahol volt az tolajtévedés. Na ez az. Tehát megnéztem az eredetit, elképesztő. Szóval mit lehet csúsztatni, ennyi csúsztatás. Mert a túlvilág akkor ez egy, hát ez egy keresztény fogalom. Ezt persze, hát a kommunikás már keresztény, tehát nyilvánvalóan ezt használja, de ezt nem kell fognom. Tehát semmi, ez csak a kereszténységen belül, mint anakronisztikus jelenség. Igen, ám, de nem így szól. Hanem in alio seculum. Seculum évszázadot jelent. És csak időbeli jelentés. Tehát lehet még korszaknak nagyon kibővítve, de ez egyszerűen. Ez évszázadot jelent. Tehát mit jelent? Mind a ketten újra fogunk születni, nem lehet másképp magyarázni, és akkor már te a szolgál leszel. Nem tudom, akkor most ezeknek benne volt a honfoglaláskori, tehát a második bejövetelkori magyarság benne volt a vallásában, vagy nem volt benne. Hát már ilyen nem jutott, de ha tudnák, hogy mennyit csúsztattak ilyen módon, ami hagyományok, már a leírott szöveghez képest, szerencsére ott megvan az eredetiről a faksimile, tehát a hasonlásként, tehát látom az eredeti írás. Már ami abból átteszik a nyomtatán, már lehet csaltak is. Aztán, amikor a nyomtatott szöveget elkezdik fordítani, hát az ember a fejéhez kapkod. És amikor meg, ezeket mind felsoroltam az előszabában ennek az új kiadásnak. Tehát ott vannak tételesen. Az is, hogy fordították eddig, ott van az eredeti szöveg is, amikor tessék azért most már eszembe. És akkor ott van az, hogy melyikhez milyen analógiát hoznak föl, mindig az Ószövetségből. És akkor az ember úgy nézi, itt mi van szövegnek, mi van a Ószövetségben. Nem is emlékeztek a történikmásra. Bíznak benne, hogy nem fogunk utána nézni. Nem tudom, érthető. De ugyanaz a jelenség, mint amikor a graduáléba behozzák az Ábrahám gyilkosa Nimrodot, bízunk benne, hogy senki nem fog utána nézni. Kitöltik a 24 órákat. Na, ennyit erről. Na és akkor ehhez, és Attilának a halál után, maga a halál előtt temetési egy nagyon érdekes történet, de az összes olyan hős, nem olyan nagyon sok van, de azért van itt pár. Például ilyen Mohamed is. Tehát ilyen majd maga Jézus Krisztus. Ha visszavárjuk, saját személyében várjuk vissza. De Attilát nem. Nem tudom, fölfigyeltek erre. Tehát Attila az egyetlen olyan az általunk ismert
tényleg az emberiség sorsát befolyásoló, és méghozzá nagyon magas szinten befolyásoló személyek közül, akit visszavárunk, de nem a saját személyében, hanem, hát tessék megnézni, ez a hadak útja. Tehát ez Csaba királyfi és Csaba népe. Ez egyébként itt a szomszédban Tatán élt az az ember, a Juszkó Béla volt. Nem tudom, mi lett aztán a hagyatékával, mert ezt ő festette. És nem tudok utána jutni, hogy mi lett ezen a hagyatékkal. Mert ő több Béla Attila témát is földolgott, és nagyon jó. A temetését is földolgozta, ezt pedig hát a hadagatjáimnak a témetet. Na most lehet tudni, hogy vannak olyanok, akik a tulajdonságait újra inkarnálták, inkarnálatesti töltéstől. Ilyen például a Szent László. Ugyancsak a székelyek hívják, megvan a Szent László legendájában. És székelyek hívják, a tatárokkal van nagy harcuk, és akkor megjelenik Szent László, ezt az Arany János meg is versenytek, nagyon szép elbeszél a költeményében, és akkor tényleg megjelenik, hát ott ebben a versben, meg a legendával is, ő a nagyváradi szobornal ledönti a bronzlovast fölül rá, és akkor így jelenik meg. És tényleg megismerti a székelyeket. Tehát egy teljes túlerővel szemben győztesek lesznek. Tehát ez így fönnmaradt, nem csak a Jánosnál, vigyázzunk. Tehát ez a krónikás hagyományban is benne van. Egészen részletes. Most itt tulajdonképpen még lehet, hát ugye már a Bakóc Tamás bevonulását, már azt is Attila újra megjelenéseként értékelték, és így is hárították. Azért lett Leó ebben a bizonyos emberkéből, nem akarom értetni. Na, szóval a lényeg az, hogy önállás van lenne, mert ez mit jelent? Most már azik a társaság nagyon jó is áll neki, de a helyzet az, hogy még egy ilyen utolsó kérdés, de lehet házi feladat is. Aki megmondja, az meg. Azt jelenti, hogy itt van köztünk, nem ment el. Na most ez egy nagyon fontos tétel. Tudnélik, ez egy létező, hogy mondjam, létforma. Van egy neve is, ezt én egyszer hallottam életemben, és elég bamba voltam, hogy nem írtam le. Ezt egy ilyen látó asszony mesélt el, de nem nekem, hanem közvetlenül ezután az élmény után az egyik kedves barátomnak, és ő mondta, szó szerint elmondta, hogy mi történt, hogy talált rá erre a Attila élő. Mi voltál, és mi ennek a neve, ennek, hogy van egy neve ennek az állapotnak, amikor nem megy el. Tehát itt. És ezért van az, hogy ha én most szóba hozom Attila nevét, mondjuk egy intelligensnek látszó francia társaság. Egészen addig lehet velük, ha mondjuk Tianon ne hozunk szóba, de az mondjuk viszonylag tűrhetően beszélhetünk róla különböző kulturális ügyekről. Abban a pillanatban ezt megint egy másik szem és fültanútól tudom, aki viszont ezt komolyan átélte, tehát közvetlenül. Akinek kell beszélni fölülni a neve, mert ő egy nagyon ismert tudós volt. És azt mondja, hogy nem fogjuk elhinni. Egészen addig ők nyugodtan, tudományos kérdésekről, intelligens módon hosszasan elbeszéltek, szerették egymást. Valahogy szóba került Attila. Szóval abban a pillanatban megváltozott a légkör, teljesen megfagyott, ezeknek a szeme alatt elkezdett parázslani valami, szabásan vörös lett a szemük alja, dühöngtek, e már trágár szavakat álltak egymásra, akit Attilát nem szitta. És hát ő, mint magyar ember, hát nem szitta, úgyhogy onnantól kezdően nem állt. Szóval egy hihetetlen, tehát ez csak akkor lehet egy ilyen jelenséget találkozni, ha valamilyen módon jelen van. Tehát olyan módon jelen, hogy az ember érzékeli, tehát visszafogja, el akarna kalandozni, vagy olyat akarna mondani, hogy nem igazolható, vagy éppen hazugság, és biztatna arra, hogy mondd ki már az utolsó szót is. És ez azért nagyon fontos, mert nálunk soha nem Attila jön vissza. Mindig Csaba. Viszont ő meg nagyon sokszor, tehát egy teljesen elterjedt. Hogy mondjam, csak egy ilyen visszatérés motivum.
Hát ennek a képével búcsúzunk, és azt hiszem, hogy a Nimrod Tóth Attiláig vezető utat elég egyenesnek találtuk, nem hiszem, hogy én itt nagyon sokat kellett, hogy kacskaringozzam. Az, hogy ez nem csak egy uralkodó családnak a ős vonala, hanem ez a magyarságnak az ős vonala. Azt hiszem, most már nem kell újra és újra elmagyaráznom. Számtalan bizonyság van egyébként ezeken kívül is. És azt, hogy tulajdonképpen mi az, ami igazán példát jelentett Attilának, most már befejezem, az Árpád-háború.